Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is... Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Sanyi, gyere ide, nézz ide. De szép a szemed. Sanyi, majd nézzük meg a szemed, Csiki. Ja! Milyen cuki a miatt? De szép macska vagy, Sanyi. K***a anyád. Úristen Sanyika! Úristen Sanyika, a végén! Úristen Sanyika, hát komolyan indul a bakterázza. Hogy milyen szép vagy. Az indul a bakterázza, nem írtak ilyen jeleletet, tényleg nem? Mikor a ló meghal, nagyjából ezt tudom azt mondani. Úristen Sanyika, de szép vagy. És közben tényleg egy csilingelő gyermek hangot hallunk végig. És Sanyi oda megy, bezsebeli az elismerést, aztán arra is Tudnám, hogy mennyire szép. Nagyon szeretem ezt a videót, nagyon szeretem. És nem feltétlenül amiatt, mert most rondán beszél benne egy kislány, ebben nem ez a cuki. Hanem, hogy ezt ő valószínű valahol, valamikor ő hallotta, mert a hangsúly is tanult. Ő egy átvett formulát alkalmaz arra, hogy valami annyira szép, hogy az már más, hogy elmondhatatlan, csak így. Amikor elfogynak a szavak. De egy van még. Egy van még, ami mindent visz. Igen. És körülbelül a videó bemutatásának harmadik percében, vagy harmadik perce után megérkezett egy SMS, hogy egyébként nem kisfiú, hanem kislány, és egyébként a mi gyerekünk. Jött ez SMS-ben. Hát és akkor gondoltuk, hogy ha már nincs rá idő pénteken, akkor hétfőn mindenképpen visszahívjuk őket, a családot, és megkérdezzük arról, hogy készült ez a videó, mi van Sanyival, mi van a kislánnyal. Itt van Csilla, az anyuka. Csilla, hello, jó reggelt kívánunk, hello. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt. Nem is tudtuk, hogy ti is bennünket hallgattok pénteken, amikor megjött az SMS. Először nem is hittük el, hogy valóban tiéd a gyermek. Képzeljétek el, hogy úton voltunk éppen ezzel a kis csajszival, és hallottuk, amit beszéltek, és azt mondja, anya, rólunk beszélnek a rádióban. Akkor most már bevállaljuk, hogy igen, mi vagyunk, és az Adél készítette, ugyanis így kérjegyel. Hát sztár, milyen szép név van Adél. A tudod, 535 vagy 540 ezernél tartotok már egyébként a megtekintésben. Hát azért igen, az elég szép szám. Úgy tartunk ott, képzeljétek el, hogy ez egyébként a mi tudtunk meg beleegyezésű nélkül került ki a videó megosztókra, ez a kis videó, ugyanis baráti körben ezt így mi megmutattuk, de ez még tavalyi felvétel egyébként. És aztán úgy gondolta egyik ismerősünk, hogy ez annyira tuki, hogy ő ezt felteszi, és ezért mi egy kicsit haragultunk is rá, ő levette, de hát aztán pár nap alatt annyian letöltötték, hogy most már aztán ez lett belőle, és vadidegenek tették fel ezt végül is. Egyébként ezt hónapokkal később találtuk meg a telefonban, tehát ezt így megcsinált az apa telefonjával, ezt ő így gondolta, hogy ezt így elmentette, és akkor így egy hónapokkal később az apával így nézzük, hogy ez mi, nézzük, hát mi komolyan sírtunk, tehát így magam a gyerek néz meg videózik, tehát ez nagyon komoly. Én nagyon szeretem az ilyen pillanatokat, nekem is mondja ki egy gyerekem, és amikor a gyerekből egy pillanat alatt hirtelen felnőtt lesz, és még nem is biztos, hogy tisztában azzal, hogy mit mond, vagy igen, hogy a szónak mi a jelentése, csak hallja, elkapja, és azt gondolja, hogy abban a mondatban az oda illik, és ő azt beteszi, hát azért az gyönyörű. Na, de kitől hallotta abból a szempontból, hogy ebben van egy hangsúly, és ezt a hangsúly gyerek nem mondja egy, mert olyan ízes, olyan szép, annyira, hogy anyád, ugye, és ott van egy hangsúly benne, tehát ez valószínű valahol ő hallotta. Van nekünk egy nagy tesónk, aki 16 éves. Igen. Valószínűleg tőle ragadt rá. Tényleg? Igen, ő fiú, és ő azért szokott így számítógépes játékok közben Skype-on. Meggondolom, a macska is ad rá okot, nem? Vagy macska, hát ezt imádjuk, Sanyi a családtag, tehát ő jön, megy, és ő itt él velünk, tehát nagyon szeretjük. Adél most mekkora? 6 éves? 6 éves, és itt várja egyébként, hogy szeretne veletek beszélni. Na, oké, úgyhogy adom nekem. Jó, ad egy picit nekünk, adom. Persze. Sziasztok! Hello, Adél! Édesem, hát neked most is milyen cuki hangod van. Hello, mit csináltok épp most reggel, amikor beszélgettünk, vagy mielőtt beszéltünk? Most ébredtünk fel. Most megvan. Sanyival alszol? Ő a tulajdon. Drágám, Sanyival a macskával alszol? Nem. Külön az. Nem. Megsimogattad ma már? Igen. Milyen házi állatotok van még? Kutya.
Szeretik egymást. Szeretik egymást. Édesem, hát te nagyon, nagyon kis cuki vagy. Hány órára mész? Neked már lassan oviba kell menned? Vagy iskolába? Iskolába jársz már? Hova jársz? Oviba. Oviba. Nagy csoport, ugye? Jól számolok, nagy csoport. Igen. Jól van. Puszilunk téged, jó? Add még anyukádat egy pillanatra. Jó, sziasztok! Szia! Szia, drágám! Hello, ciao! Hello! Ő nagyon helyes. Mert hangja is. Egyezetben. Az maradt ugyanez. A tartalom változott biztos, de a hangszín ugyanaz. Jó van. Ti hol laktok? Merre vagytok egyébként? Dabason lakunk. Dabason élünk. Kertes házban, és azért van itt Sanyika, és van még egy nagy angol véregünk egyébként. Ő nem szokott bejárni. De nem. És a kutyamacska jóban van? Szeretik egymást? Szeretik. Sanyi megveri a lekoszt, aki kb. 10-szer akkora, mint ő. Tehát kicsimel lepofozza. A lekosznak hívjátok a kutyát? Igen. Jézusom. Azután az a lekosz után? Képzeljétek, akkor került hozzánk, igen, és így nagyon béna törzskönyvé neve, aztán a férjem azt mondta, hogy hát figyelj ide, legyen az. Így ránézett a kutyára, és azt mondta, hogy az illik hozzá legjobban, nagy a lekosz. A lekosz a kutya. Jó, nálatok is zajlik az élet, milyen szeretjük. Így van, szeretjük. Igen. Puszilunk benneteket, köszönjük szépen, szeretjük a videót. Adélt, ezt csókoltatjuk. Ha van még ilyen videó, azt azért töltsétek. Így van. És ha gondoljátok, akkor egy exkluzív képet Sanyiról dobjatok már át nekünk, felrakjuk igen, a Facebook oldalukra. Igen, pont akartam, hogy küldök Adélról meg Sanyiról. De jó, jó, köszönjük szépen. Jó. És hát most jönnek az ünnepek, úgyhogy tessék forgatni, jó? Ott azért mindig az ünnep ad arra okot, hogy kicsúszon egy-két olyan szó, aminek nem kellene, úgyhogy mindent az internetre. Jó? Csilla, puszi, ciao, sziasztok. Hello. Na, hát ugye ez egy érdekes téma is lehet egyébként, hogy mi van abban az élethelyzetben, amikor a gyermek káromkodik, ugye? Ki hogyan tudja ezt kiváltani? Mi az, amikor a gyermek megtanul valamit, és hogy próbálod kiütni az ő fejéből, hogy ne mondogassa. Én például pont ezt a videót mutattam meg úgy a Vikinek, hogy a Benny ott állt, csak én nem vettem észre, és pakolta ki a kis szekrényéből az ő farmer nadrágját, hogy leváltsa a meleg időt, ami rajta van, mert mentünk valahogy. Mondta, hogy gyere, ezt te szép macska vagy, Sanyi. És a gyerek így rám nézett, egy apuci rondát mondtál, mondom, nem én, és aznap mentünk Pálvölgyi Cseppkőbarlangba. De szép cseppő. De jó az a pusztika. Nem veszünk egy gyírosztapot. Óriási szerencsénk volt, hogy hárman voltunk a túrán. Jó. Hárman voltunk a túrán és a túravezető, mert aznap délután indultunk mi oda, hogy megnézzük, bemegyünk a földgyomrába a gyerek. Bár nagyon régóta ígértük neki. Hát is ilyen 4,5 percenként. Egy de magas lépcső. Mondom, igen, hát a gyermek most hallott egy videót, nagyon én voltam olyan hülye, nem vettem észre, nem mondtam neki. Nyilván, aha. Persze, nyilván mondta a túravezető. Aha, nagyon-nagyon jó, jól nevel gyermek. Sose jössz ki belőle, sose. Csáne, abban nem tudsz kijönni. Azt hál' Isten megbeszéltük, hogy ő ezt magában mondhatja, mert ugye a gyereknek minél jobban tiltod, annál jobban élvezi, hogy valami olyat mondhat ki. A gyereket nem a ronda szó érdekli, hanem az, hogy te tiltod neki, és ezáltal ő szembe tud a tiltásra menni, és ki tudja mondani. Nem a ronda szó okoz kielégülést, hanem az, hogy valami olyat mond, ami tiltva van. Hát és hogyha egyszer azt hallja, hogy a szülei röhögnek rajta, hát az a... Na, onnantól kezdve beégett. Onnantól kezdve tudja, hogy mikor kell mondani. Akkor alá van húzva kétszer. Na, ezt kell mondani ahhoz, hogy röhögjenek. És akkor mi a jó módszer, hogy elmondod, hogy ezt neked nem szabad, tudom, hogy a felnőttektől hallottad. Vagy nem veszed észre, vagy vele röhögsz, mit csinálsz? Hát a vele röhögés az a legnagyobb. De hát hiba. Nekem röhögnem kell. Persze, de ezt nem tudod, mit kell csinálni. Így morgolodsz egy kicsit, utána bemész a szalba, ezt kiröhögöd magad. Tehát mi is mindig ezt szoktuk csinálni. Tehát, hogy ilyenkor nem szabad előtte nevetni rajta, mert akkor érzi, hogy hát ez nagyon bejött, és csak viccelnek anyuék, amikor azt mondják, hogy ezt nem szabad mondani. Hát, szóval én nagyon röhögök mindig. Én annyira röhögök, hogy Benny hazahoz valamit, vagy hall esetleg, vagy... Ha voltunk egy étteremben együtt még, amikor 2 éves volt. Igen. 2 vagy 3 éves volt. Nekem is félre szaladt a tofu. Benny elsajátított valami nagyon rossz szót, és az étteremben minden asztalhoz oda ment. De biztonság kedvéért letesztelte mindenhol. És mindenhol letesztelt. És 2 éves volt talán az egyik kitelepülésen, ahol én elhoztam, és ugye hát ő akkor hallott valami, én nem is tudom, melyik szó volt az. Hát mi emlékszünk. Igen, egy csúnya. Csúnya? Igen, négy betű F-vel kezdődött, Z-vel végződött. Csúnya betű F-vel kezdődik, Z-vel végződik. Igen, van benne még egy A meg egy S, jó? Így van, a sorrendet ne áruljuk. A sorrendet rátok bízzuk, és Benny ezt valahol hallotta. Valahol, hát ilyen csúnya világ ez, hogy talán a recepció, vagy ki tudja, biztos hát nem. Este lefektetés előtti bibliaolvasásnál biztos nem hallhat. Igen. Otthon. És a gyermek rájött, hogy amikor ezt először kimondta, nagyon jól szórakozunk rajta, majd egy közös vacsoránál rájött, hogy ezen ti is jól szórakoztok. Igen. De nem volt több tényleg 2 évesnél.
leszállt az ő kis gyermekszékéből, a gyerekszékéből, kikéreckedett, és ugye az ő legnagyobb örömére különböző idegen asztalokhoz ment oda, felnézett rájuk, mert még nem értett csillogó az asztal, szemmel. Csillogó szemmel, és telétorokból elővöltött. De szép kisfiú, mit szeretnél? Sose felejtem el, volt egy, vagy egy nászutas házas pár, vagy egy... Szerintem valahanyadik rand is, de még nagyon az elején voltak csillogó szemű szerelmes pár mellé, és Benny megérezte, hogy ott van a gyenge pont, igen, és így megállt, de ott nem az volt, hogy tovább ment, megállt, és akkor mondta, hogy... És ott láttad a gyerek kezébe, vagy az ember kezébe, egy megáll a kanál, oda a romantikus vacsora kész, kérte a számlát, elfújták a gyertyát, és hazamentek, tudod. Viki, hívj már vissza. Annyira szórakoztatom. Szerintem hogy jól érzik magam. Szólj már ki. Szerintem hívj már vissza. Hogy hívom vissza, azt hiszik, hogy Jani fia. Igen, és tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon röltünk. És ő ugye ezt érezte, és látta, hallotta, hogy az egész társaság ezzel remekül szórakozik. Hogy ha van ováció, van taps, az örgeti az előadó művészt. Há, igen. Azt mondja, nekem az öcsém 4-5 éves lehetett, mikor egy Meki családi baráti vacsorán egyszer csak spontán odafordul anyánk barátnője felé, majd közölte vele, Piri, neked akkorák a csöccseid, mint egy lámpabúra. Mindenki dőlt a röhögéstől, Gábor küldte neki. Na ez se a saját kis ujjából. Persze, hát ez ott hallják már a gyerekek. Már valaki megdicsérte korábban a füle hallatára a lámpabúrákkal. Pirit ott már megdicsérték előtte, bizonyám. A lányom szaladgált a tóparton és kiabált, hogy homoszexuális vagyok. Utána elmagyarázta, hogy ez valójában mit jelent, nagyon-nagyon nevettünk. Írta egy hallgató. Kislányom 3 évesen hozta haza az óviból a hülye F-fej című mondatot. Mm-hmm. Ugye tudjuk, hogy az F-fej mivel lehet helyettesíteni. Kétszer mondta, egyszer nekem az Osan közepén, egyszer a vidéki nagymamának délelőtt 10-kor a játszótéren Szegeden, ahol sok volt a sok 2 év körüli gyermek. Jó, hát tét nélkül nem szórta össze-vissza a gyerekért. Csak a hülye! Azért az Osan közepén. Aha, meg a nagymamának. A gyerek így helyre tesz téged. Aha, tudod. Milyen idilli család. De szépen élek. Milyen jó lehet náluk a karácsony, igen. A 70-es évek közepén 5 éves voltam, nagyapám Pannoniájának az oldal kocsijában ültem, és boltba mentünk Budakeszin, a mellettünk álló lovaskocsis lova megbokrosodott, és a kocsi így szólt, hű, aká anyádat, ugye? Két sarokkal arrébb. A hűt nagyon szépen volt. Két sarokkal arrébb a rendőr igazoltatta nagyapámat, és én meg egy az egyben toltam a kocsi szövegét. Majdnem elvittek miattam a pártállami rendőrök, Laci küldte nekünk. Unokölcsém Gábor 4-5 éves óvodás volt, hétvégén megnézték a reszkessetek betörőket, az óvodában fizetni kellett valamiért, de az óvónéninél nem volt apró, erre Gábor csak annyit mondott, dugd fel magadnak a mocskos apródat. Az anya és az óvónéni köpni nyelni nem tudott a röhögéstől. 5 éves fiam nagy Toy Story rajongó volt, klasszik. Egyszer így kiáltott az óviban, nézd óvónéni. Hát, és ezt ki tudom mondani? Ki? Hát ki lehet mondani? Hát ez a, mert ez a Buzz szem. És a Wood. Így, ugye, két Woody. Szereplő. Így van. A Buzz és a Woody, igen. Igen. És ezt... a Buzz meg Woody, az ugye az a gyerek szájából, hogy itt igen. Van Buzz, meg itt van Woody. Ennyi. De ha ezt valaki nem tudja, csak fölülbölt a gyerek, hogy Buzz mondani, meg Woody. Igen, Buzz meg így Woody. Van. Ugye így kell mondani. Hát végtelen, és tovább. Csengetnek 4 éves keresztlányom, odaszalad, kinyitja az ajtót, és megszólal. Ki a K anyja az már megint? És te egy belép, tudod. Na, Isten hozott. Na, ezt például valószínűleg otthon hallotta a gyerek, ugye? Csak igen. Az a B most. Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. A gyerek otthon hallotta. De azért az szép, amikor így lépsz be, nem? Régen, amikor a család látogatás, igen. Ott otthon ennyi belépett erre. Azonnal elvették a gyereket. Ez a welcome. Nagyon szép. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Baj van, segítséget szeretnék kérni, ugyanis hamarosan érkezik a Jézuska. Hajaj! Gyermekeim pedig, majd úgy mondjuk, tehát nem kell veszélyfaktorra számítani a hallgatóknak, a gyermekeim írtak levelet a Jézuskának, hogy hozzon nekik ajándékot, ez teljesen normális dolog. Nagyon helyes. Rajzoltak meg. Leültünk, átbeszéltük a dolgot. Igen ám, de az történt, hogy van egy nagyon kedves barátunk, akinek a két nagy gyereke rendelkezik Xbox-szal. Xbox-szal, beütött a ménkű. Amit én nem is tudtam, hogy az micsoda, ez az Xbox, viszont a két gyerekem, amikor ott átment hozzájuk, akkor beszálltak ebbe az Xbox-os buliba, és azt írták a Jézuskának, hogy drága Jézuska, hozzál nekünk Xbox-ot. Ezt írták, illetve hát lerajzolták az Xbox-ot. Aha. És most már az jó, mert ezt még félre lehet érteni. De nem lehet, mert ja, mondja... Xbox? Basszus, azt hittem cipős dob.
Igen. De ja, ezt a konzolt lerajzolt, ezt a háromszögletű izé konzolt, és én nem akarok Xboxot egy 7 meg egy 5 éves gyereknek, mert azt gondolom, már nem én nem akarok, hanem azt nem akarom, hogy a Jézuska hozzon nekik Xboxot. Megóvatosan. Igen, mert 8 előtt vagyunk. Tehát én nem tudom, hogy elküldjem ezt a levelet a Jézuskának, ha tetszenek érteni, mire gondolok, mert nem szeretném, hogy a 7 és 5 éves gyerekemnek a Jézuska Xboxot hozzon. Hozzon nekik társasjátékot, hozzon korcsolyát, hozzon kiránduló sapkát. Fakutyát! Ródlit! Tudod, milyen jó az? Majd fogsz sírni, ahogy mesélem, amikor a Velencei tó befagyott, és ott ródlizunk. A nagyobb kapjon hullahopkarikát! Hullahopkarikát! Igen! Kisebbik meg egy jó pár meleg kesztyűt! Azt is kapjon, annak igen, apuka meg egy üveg pálinkát. Na, tehát, hogy olyanokat hozzon, amivel mi együtt tudunk, hozzon már, nekem hozhat új bringát a Sominak, érted, a Jézuska meg. A Xboxon is tudok együtt. Nem tud, de az ülsz a tévé előtt, és nyomogatod azt a nyomorult. Vannak rajta sportprogramok is, ugrálhatok, meg táncolós, meg ilyenek. Van rajta olyan? Persze, hogy nem. Oké, de hogy fogom megakadályozni onnantól kezdve, hogy azt mondja... Hogy a szomszéd följön, amikor trappoltok. Hát egyrészt, ugye, mi a negyediken alattunk, nagyon kedves szomszédunk van, de nyilván nem tenném ki ennek, meg abban van... Köszi, vannak olyan... Istenem, a szemem kiégett, feloltottak a lábát. Dudi feloltott a lábát, de én kértem egyébként, igen, hogy kifolyik a szemünk a fehér ledfénytől. De hogy például a szomszédnál ilyen foci van, amit focit játszol, de nem te focizol, hanem ülsz a kanapén és foci. Utána azt fogja mondani a gyerekem, hogy apa, ebből van forma egy, vegyünk olyan program, lehet benne állítólag így programokat cserélni, azt hiszem. És akkor lesz belőle egy új Mihelis Norbi. Most miért vagy de ilyen nem felé? Lesz. A Mihelis Norbi egy van, egy világbajnok lett itt, és most is gratulálunk neki, de nem lesz belőle, vagy nem biztos, hogy lesz. Érted? Most mit mondasz? Mit mondasz a gyereknek, hogy írjál le szívem új levelet a Jézuskának? Mert ezt nem tudja hozni? Vagy az, hogy elköltözött a Jézuska, vagy és nem tudtuk kézbesíteni. Nem tudtuk kézbesíteni a levelet. Ismeretlen helyre távozott. Oké, de akkor más se fog kapni. Akkor nem lesz ma most ajándék? Aha, hát ez egy jó kérdés. Én szerintem ne vegyél semmiképpen. Én nagyon, nem, nagyon, a Jézuska nagyon. Ne vegyem, Úgy igen. Mondd meg Jézuskának, hogy ezt ne. Tehát, hogy kérd meg szépen, hogy kedves Jézuska, ezt küldték a gyerekeim, én szeretném, ha átkonvertálnánk. A srácoknak? Figyelj, mi sem kaptunk meg minden gyermekkorunkban, amit kért. Sőt, én is. Legtöbbször nem kaptuk meg, de nem azért, mert a szüleink hányatott sorsként neveltek bennünket, hanem mert nem volt lehetőségük megvenni. Uh-huh. Mert vagy nem akarták. Vagy nem szerettek. Nem akarták meg, hát mi azért gyerekkorunkban nem voltunk elengedve anyagilag. Ez egyikünkről sem lehet elmondani, hogy meglehetősen csórok voltunk. Én szerintem tartsák ki, és tudják meg, mi az a csalódás. És tanítsd meg őket. Kapjon idén is egy csontozók és meg egy fenőkövet. Az már van. Legyen ugyanaz, mint a baj. Telős csonta. Átfúrva a nyakába kötve. Én rettegek ezektől, mert tudom, hogy rettenetesen addiktív. És ha erre egyszer rákattannak, akkor baromi nehéz utána őket felállítani a gép elől. És elindul egy ilyen alkudozás, jó, ha elpakolsz a szobádban, jó, csak fél óra, na de majd mikor kapcsoljuk be hétvégén. Amíg a gyerek ezt nem látja nagyon, feltéve, hogy mondjuk máshol megtapasztaltak, az már kicsit neccesebb. Uh-huh. Tartsd távol ezektől. Ez mind-mind ördögtől való. Így van. Gyermekek. Forgassátok sokat a Bibliát, jó. Olvassátok és tartsátok azt távol magatokat a gonosztól, mert ez szörnyű. Atyám, minden este úgy hajtjuk álomra a fejünket, hogy elolvassunk egy-egy fejezetet. Olvassátok a Bibliát, forgassátok a Bibliát, imádkozzatok és higgyetek Istennek. Nyilván a pokol összes mágia a PlayStation-ökből van. És égessük fel az utat a felé, a szomszéd felé, akinek van. Nem, én arra, azért mondom, mert tényleg nagyon függők lesznek. Hihetetlenül rákattannak a gyerekek. Az agyuk valahogy úgy van ráállítva erre, hogy tényleg én a Benin látom, hogy régebben én engedtem, hogy gombfocizzon a telefonomon. A gyerek remegő habzó szájjal naponta 16-szor kérdezte meg, hogy mikor gombfocizhat. Most ez addig ment, hogy elmentem a játékboltba, vettem neki egy eredeti gombfocit és asztalon. Nem az nem. De. És hál' Isten le tudtam szoktatni az eredetivel. Telefon megvonás van, brutál telefon megvonás, mert én ebben nagyon puha vagyok, a Viki sokkal jobban csinálja ezt. Ő azt mondja, tőle nem is kéri a telefont. Nálam. A puci. Egy kis komfoci? Tudod, megyünk valahova, ül hátul. Apuci, hagyj hallgassak egy kis gánzerózit a telefonon. Hagyjátszak ezzel azzal. Érdekes, igen. Az igazi nem jött be neki? Milyen igazi? Az igazi komfoci. Dehogy nem. Nem azzal neki? Tudtam leszoktatni a gépiről. Tóth Jóska? Törő. Igen, fel. Törő vissza Tóth Jóskán. Igen. Kis nyer. Szabados. Igen, a Viki Mötő kommentál. Igen. Szóval, és ugye mi történik? A szülőben elindul egy ilyen reflexzerű, jó, csak fél óra. Ezzel te megúszol fél órát.
A gyermek vidáman játszik. Én nem neked egy kicsit. Megúszni. Na de azért ezek a játékok sokszor arról szólnak, hogy lustaságból a kicsit a szülő hagyja, hogy hadd játszon, addig se engem csesztet, kicsit el van, én is el vagyok, csináltam a dolgomat, olvashatok valamit. De nagyon rácsúszik, úgyhogy ha rám hallgatsz, akkor Jesuskának szólsz, hogy én pont ugyanezt mondom, ez most nem fog menni. Ez most, ez most nem fog menni. Én ugyanezt gondolom. Dír Jesuska. Én is ezt gondolom, csak mi a megoldás a gyerek fejében? Honnan tudjuk, hogy Jesuska magyarul beszél? Please no hozzál, PlayStation, Xbox, thank you. Tehát szerintem tartsák ki, tanulják csak meg, mi az a csalódás. Tanulják csak meg, hogy mi az, nem megkapni egy ajándékot. Hogy kezeled? Mit adsz helyette? És mit mondasz? Hogy bár megírt már most kezdjem el kezelni, mondjam azt, hogy azért egy B-levelet írjunk a Jézuskának. Igen, kell a B-levél, azt tetszik. Az egy ötlet, B-levél. Nálunk már a C-levél van, de ezért a B-levél az nagyon csak jó. Csak azt írja, hogy PSP. Tudod? Igen. Akkor jó lesz a Nintendo, tudod. Jó, adjuk az Xboxot. Egyefen akkor. Akkor egy hordozható játékkonzol, vagy egy Nintendo. És akkor majd azt mondjuk, hogy majd a Jézuska eldönt, hogy a kettő közül melyiket hozza. Tartsák ki. Pringázzon, fusson, rohangáljon, nem tartsák ki. Ne válaszd a könnyebb utat, mert ez mindig a könnyebb út. Ne hagyd, hogy a sátán eltérítse. Ne hagyd. Így van. Ne hagyd. Viszont ha már arra jársz, akkor Balázsinak vegyi már kettőt, mert vagy. Igen. Viszont igen, ami neked nem kell, dob már fél ára, hogy megveszel, mert már a Nintendo-t rohadtul unja a gyerek. Úgyhogy... B-levél. B-levél, és akkor majd egy kis szomorúság lesz karácsonykor, de próbálunk örülni annak, ami a B-levélben volt. Aha. Igen. És hogy szerencsével akkor azt írja be, hogy videótlan tévéfoci. Az van. Figyelj, nekem az volt a legnagyobb vágyam. Nekem az volt a legnagyobb vágyam, soha nem kaptam, amikor már megtehettük volna, meg megkaphattam volna, akkor meg nem érdekelt. Meg arra valahogy nem kattantunk rá, vagy tehát játszott a tök... Hát jó, mondjuk nem volt azért egy nagy... Igen. Tehát arra nem tudtál rákattani. Írj egy hallgató, csináld azt, hogy az Xbox dobozába beraksz egy korcsolyát. Apa! Megkaptuk az Xboxot! Látunk már ilyen videókat fönt. A pulóver volt benne. Bizony, az internetes portálokon átírgalmatlan sírás riasztó. Imádom azokat a videókat, nagyon jó. Ez egy, nem is tudom, vagy a Conan O'Brien, vagy valaki megcsinálta. Ugye ő kérte a szülőket arra, hogy filmezzék le. Picit, könnyen. Valamelyik, igen, Late Night Show sztárként Amerikában, hogy... filmezzék le a szülők, akik ugye úgy csinálnak, mintha megvették volna a gyermeküknek a kedvenc ajándékot, de mégsem. Egy gyönyörű norvég mintás pulóver lapulla benne jó szúros nyakkal. Hogy örülne már a kis Soma? Most nálunk a Jézuska csocsóban gondolkodik. Nem, de rendes csocsó. De menő. Tényleg? Csocsó asztal. És ezt kéri is? Nem, sose figyelünk arra, hogy mit kell. Ennél könyörtelenebb rendszerben neveljük. Csocsó! Csocsó asztal. Főleg azért, mert a gyereked még nem éri fel, nem, és van ez pont a kicsi szeménél lapos. Van a... Nem, van ez a lapos, tudod, amit rá tudsz tenni ágyra, rá tudsz tenni asztalra, és az egész 10 centi. Tehát nem talpakon áll, hanem pici lapos. Bárhova tudod tenni. Jó, csak jó, aztán ne, hogy félreértse véletlenül Jézuska, és hozzon neked helyette egy pillanat asztalt lent a pincébe a haverokkal. Mindig úgy veszük az ajándékot, hogy azért az nekem jó legyen. Csak mondtál? Basszus! Na mindegy, hát most már pirjál azt a jutott, pirjál azt a jutott. Ide apádat, hagyjátszak együtt. Ennyi kicsit arrébe. Tomi bácsi is lökne már egyet. Szóval hagyjátszak egyet. Na, új levél. Én azt mondom, legyen B-levél. B-levél. Célevél, több címre tehát megcímezve, tehát mintha nem tudnánk, hogy hol lakik a Jézuska, Lapföldön, mit tudom én, a Mennyországban. Eltévedt a levél, de megkapta a másikat. Aha, és azt tehát zavard össze a gyereket, Jézuska, amennyire csak tudod. Jézuska Golgota. Igen. Figyeljetek, de jó ez az A meg B meg C levél? Már az utolsó, akkor már lesz F levél, meg H levél, I, és akkor végére már csak azt mondom, hozz, amit akarsz. Hová tart ez a világ egyébként? Tényleg, mi hogy kaptuk meg a karácsony ajándékot Jézuskától? 24-én csöngettek, bezavartak a fa alá, zokni. Nem? Nyilván volt egy csomó jó, persze, de kicsi apró dolgok, hát nem kaphattunk nagy dolgokat, mint megkaptuk az első életem első két kazettás magnóját, hát napokig Modern Talkingot hallgattam rajta. Nem, hogy levelet nem írtál a Jézus. Hát nem írtál, én írtam neki mindig. Hát, igen. Nálad mindig tudták, hogy csontot kell a nyakadba rakni, persze, berakták a nyakadba. De legalább azt tudta, hogy azt hozzon. Ferike, a karácsony hajtsd le a fejed. Levelet? Saját, elipszolom, saját pörzsölő. De ezeket nem kell, ezek nem alapvetések voltak. Hát ezt meg három éves korodban megkaptad. De nem azért nem írtál levelet, mert a szüleid szemetek voltak, és nem akarták megvenni. Azért nem írtál levelet, mert akkor a szülők tudták, hogy valószínűleg olyat írnál, amire nincs pénzük, tehát finoman olyat vettek, amit megengedhettek maguknak, de nem hergeltek abba bele, hogy írd le. Tetszik az új kukoricamorzsoló!
Nem, apám nem volt hülye. Apám, ne is, de nyugodtan. Csak nagy természetű volt. Csak nagy, szeretett enni, inni, jogalat maradni, de nem magamnak. Úgy böllerkés, úgy böllerkés. Gyere, Ferikém. Ritkán, csutkán, dalgári konyhába. Rendesen szépen beszélt ő egyébként, tehát nem volt vele baj. Úgy böllerkés, holnap meg is szúrjuk azt a palacot, Ferikém. Egyen is elmúltál, nyíjál egy feles. De apa, még csak ad éves, hogy nem baj, akkor is jó, szokjad időben. Szóval, hogy azért tényleg mi is felnőttünk úgy, viszonylag remélhetőleg normálisan, hogy nem az volt, hogy írjál levelet, meg kérd azt. Szóval, hogy kordában kell azért őket tartani. Nincs itt helye semmiféle komolyabb elkapatásnak. Be Xbox, meg Nintendo, meg PlayStation. De nem lehet, nem tudom, hogy 2015-ben egyébként meg ez a jó ajándék? Anyádnak stoppolófa! Anyádnak stoppolófa! Neked fajos baba! Nem én vagyok a stoppoló. Nem lehet, hogy 2015-ben ez egyébként egy normális ajándék egy 7 éves gyerek? Az Xbox? Aha. Nem. Rohadtul nem normális egy 100 ezer forintos ajándék, vagy egy 60 ezer forintos ajándék a gyereknek. Én nem passzatom, mennyibe kerül. Hát én sem, mert soha nem vettem. Szerintem, hogy 60 vagy 100 kérdezem, körül van. Nem le, hogy manapság, na az kell egy 7 éves. Kérdjétek, miért kéne egy 7 éves gyereknek Xbox? Én veled vagyok, csak kérdéseket teszek föl, érted? Nem kell. Azt mondod, hogy fejleszti az érzékeket. Ma már erre felé kell. Mikor kaptad meg életed első Commodore-ját, érted? 16 éves voltam. 16. Wizard of War, két kis izé, bábolt, lőttük a darazsat, meg a boszorkányt. Volt. Hát persze, hogy más világ volt. Na de lehet, hogy ma már az kell, hogy 7 évesen elkezdje ezt, mert olyan, nincs ingere. Mit? Hogy érte? Napi 8 órát üljön a képernyő előtt? Napi 8-at ott ül. Nem tudod elvenni utána majd fél óra. Fél de miért ne? Kihúzom a konnektort. Nem megkésel a saját gyereked, annyira függő lesz. Egy csomó áruház. Azért csak nem itt tartunk. Egy csomó áruház van, ahol ki van rakva, azt lehet vele játszani. Kis sorba állás, azt jó, értem. Menjen be oda. Igen, menjen be oda, az játszon. 60 ezer, 80 ezer, nem tudom mennyi. Hát nem kell, nem. Mi jövőre mit veszed? Toronyórát, lánccal? Az már van. Ugye? Ezek a dumák meg vannak. Na majd jövőre toronyórát kapsz lánccal. De mi kéne? Toronyórát, takarodj a konyhába mosogat. Hogy találjam ki. Feriékhez pillantottuk már megint? Nem őtök, nem. Biztos, hogy volt Feri. Azt, hogy szívjad az orrod így. Te hajtsd ki a disztót a szobából. Még egy töltenéket. Minden hidegen is jó. Töltött káposzta, isteni hideg. És mi van, ha januárban visszamegy a panna, érted, az iskolába, és a 30 osztálytársa közül 15 Xboxot kapott. Akkor mi lesz? Mi van? Semmi. Akkor mi lesz? Akkor ő lesz a menő. Akkor mi lesz? Mert az már, azok már tucat emberek. Hazajön, bever két fasírozott, az minden problémát megold. És úgy fog szomorkodni tovább, hogy nekirítse. Legalább lesz egy jobb kezébe, bal kezébe. Ja, tartani 140 ezer forint írja a hallgató. Tartsunk valami normális értékrendet. Azért. Próbáljuk tartani. Azért inkább egy negyedik sonka szeletelő állvány, nem? Hát ebből még nem jön ki, hogy sonka szeletelő, arra még gyűjtök, de... Egy szülő feladata nem az, mi hogy mindig... Prosciutto, mi lehetett a hülyed? Egy szülő feladata... Hidd el, hogy nem az, hogy mindig minden formában kiszolgálja a gyermek igényeit, hanem terelgesse, és igenis néha megtanítsa neki azt, hogy mi az, amikor nem azt kapod, amit kérsz, mi az, amikor a Jézuska nem azt hozza, hanem valami máshoz, de nem az ajándék a lényeg, a szellemisége az egésznek, amikor ott ültök, hogy szívjátok. Na ez már az a komcsi duma, tehát ez már nem ezt mondom. Én nem teljesen ezt mondom, hogy a szellemiség. Én átszellemült pillanatokat éltünk át, apám egyik combján, én a másik combján, a nővérem, is énekeltük, hogy menj bőle az agy. Jani, hagyjuk a szociosztoriáidat. Igen, és akkor és amikor már tízedszerre futtok, ezek ki, akkor már nem. Ezek átlagos karácsony volt. Figyelj, ez teljesen átlagos volt, és így átölezik, és egyik kezdik. Énekeljünk együtt, mert annélkül nincsen ajándékbontás. És már nem is akartuk, hogy kibontsuk az ajándékmat. Na, drága hallgatók, írjátok meg, nálatok mit kell visszaverni, jó? Mit akar a gyerek, hogy megy a terelés, ki beszél a Jézuskával, ki bizniszel a Jézuskával. Van-e A-levél, B-levél, C-levél. Milyen szörnyű reklámot látott már meg a gyerek a mesélő pónival, a farmászó autóval, és a nem tudom mivel. Na, akkor ennyire be se kapcsolod a tévét, ne nézzen izé mesét a tévét. Tanulja meg, mi az a regula. Nem kapcsolunk tévét fel, kemények vagyunk, ellenállunk a rám. A végsőkig, igen. Így van, ne költekezzetek, van egy csomó jó kis játék, diszkont, lehet venni nekik mit, akciós műtaknyot, meg ilyen. Na, jó, most, szóval valahol a kettő között van, valahol a kettő között van az igazság, a leértékes, kicsit beporosodott műtakony és az Xbox között azért még nagyon sok kreatív dolog van. Ezer év múlva is műtakony marad? Csak le kell most is szappanos videó. Xboxról meg lesz már jövőre is új. Írjátok meg, jó, hogy próbáljátok visszaverni a gyermeketek támadását, elterelni, és ki ír, mit ír, és milyen levelet ír a Jézuskához. Anya azt mondta, hogy nem vehetjük meg. Anya mondta, nem én. Na mindegy, nem mond neki vissza.
ki mit ír a Jézuskának, és mi van akkor, ha a gyermek valami olyat választ, amit esetleg a Jézuska nem akar teljesíteni, mert hogy Jézuska azért szőrös szívű, és hát tanítja a tudatos fogyasztással a gyermekeket, és nem mindig hozza azt, amit egy gyermek szeretne. Jézuska elolvassa a levelet, hát ez rohadt drága. Igen, ez a tudatos mi? Ugye Feri mesélte a hírek előtt, hogy a gyerekek kitalálták, hogy játékkonzolt szeretnének, és mit mond ilyenkor egy szülő, megveszi, nem veszi, ellenáll, letudja, másra beszéli, lebeszéli, csalódást okoz, megveszi, nem veszi. Egy jó kérdés, nyilván. Azt mondja, hogy nálunk nagy vita volt a hétvégén, mert a negyedik osztályos kislányomnak azt mondták a barátnői, hogy nem a Jézuska hozza az ajándékot, hanem én veszem. Nagyon komolyan előadtam, hogy én küldöm a listát a Jézuska e-mail címére, illetve pénzt utalok át neki. Azt, hogy mit vesz belőle, az már a meglepi. Ennyi közön van, így belenyugodott. Remélem, természetesen a Jézuska veszi az ajándékot. Nem is szabad más mondani, és hát ez így van. Ez az igazság. Így nem? Van. Így is van. Mi már megtanítottuk a gyerekeknek, 3 évesek és 6 évesek, hogy jól nézzék meg a reklámokat, mert olyat biztos, hogy nem kapnak. Azt azért hirdetik, hogy azért, mert senkinek nem kell, meg hogy a reklám drágább, most már ők mondják, hogy ez a gagyiság nem is kéne. Elég korán meg lehet tanítani már a gyerekeknek a tudatos fogyasztást. Tomek küldte nekünk. Jézinek megtetszett az Xbox, és megtartotta, azért kaptatok tollas készletet, meg szöszmözzoknit. Ezt kell mondani a gyereknek. Az én fiam telefont szeretne a Jézuskától, de még korainak tartom, úgyhogy várok még vele. Jövőre talán megkapja, hisz még csak 42 éves. Hello Feri, beszélő póni interaktív kutya kellett volna a lányomnak. A Jézuska visszajött, hogy idén ezt nem tudja hozni, kérje mást, de beszélje meg apujékkal. Ez is egy jó, hogy visszaír a Jézuska még 24. előtt, igen. Öcsém érintőképernyős telefont akart karácsonyra, mikor szenteste nem az volt a csomagban, elsírta magát, ekkor mondta meg neki anyu, hogy Jézuska... Igen, hogy Jézuska hozta volna, mert sok gyerek felsírna a kocsiba. Hallottad, mit mondott a Balázs? Az én 2,5 éves nem tudom, hogy öccse, fia nem írja, csak annyi, hogy 2,5 évesem hörcsögöt akar. Nem tudom, honnan akad be neki, de bárki jön hozzánk, elmeséli, hogy hörcsögöt fog tartani a kezében, és hogy hörcsögöt fog kapni, pedig nem fog. Ezt szeretem. Nekem én szimpatikus. A fajta szülői keménységet szeretem. Vele, vele össze akarok járni. Így van. Mikor aranyos a gyerek, hörcsög, 2,5 éve. De nem fog. Így van. Nálunk az volt a megállapodás, hogy a reklámokban látott játékoknál csak akkor szóljanak, ha az nem kellene. Hogy van ez? Akkor mondj, és ez mire jó? Ezt nem értem. Az én gyermekem egy zsiráfot kért. Nem vagy szülő, ha nem teljesített. Nem vagy szülő, ha nem teljesített. Nem rossz. Nem rossz. Igen. Ne bántsátok a Ferit állandóan, ő ugyanúgy megkapta gyermekkorában a legújabb technikai játékokat, mint ti. Kérésének megfelelően disznó perzselőt hozott neki a Jézus. Természetesen. Az egy hasznos ajándék. Igen. A kolbásztöltő, Istenem, hurkatöltő. Alig ha száll, hogy Lajos bácsitól vettem. Az összes hülye gyerek Xboxot kér. Igen, nektek már nem tud hozni a Jézuska. Azt mondta, kérjetek valami okosat. Mondd ezt a gyermeknek. Így van. De mi az e-mail cím egyébként? jesuska@jesuska.com. Igen. jesuska@jesuska.jesuska. Ez a legjobb. Mondd meg a gyerkőcöknek, Feri, listát írjanak a Jézuskának, mert nem biztos, hogy meg tud szerezni mindent, így biztos kapnak olyat, amit szeretnének, és ami fent volt a listán. Köszönjük szépen. Feri, az segít, ha van disznóvágás Xboxra? Persze, az nagyon. 5000 a hízó, 3000 pont a koca. Kapd el a disznót, első járvén. Kicsúszott a jobb hátsó, jobb első csülke, és elszaladt a szántásról vetésre. Mikor fogtok húzni, puszi Szonya? Már Szonya húztunk. Drága, már húztunk. Már húztunk. Vagy már téged? Téged is ugye húztak már. Ja, jó van. Húztunk, igen. Húztunk, ha arra húzásra gondol Szonya, hogy mi egymást kihúzzuk és ajándékozunk, húztunk, meg volt ajándékozás. Már, jaj, de szép karácsonyunk lesz idén. Igen. A mi gyerekeink, a 21. század gyermekei a listára Lego cikkszámot írtak, hogy ne legyen tévedés. Ez a kemény, mikor a gyerek már tudja, hogy mit kell csinálni. Jó. Nagyon durvák. De jó. Igen. Az a legjobb értelem, hogy a gyerek megrendeli, és azt mondja, hogy hogy jó. Utánvétellel annyit, de kértem. Igen. És simán meg is tudja csinálni. Abszolút, persze, de az már meleg, ha gyerek rendeli, hát akkor már oda a karácsony egész. Igazi öröme. Amikor oda megy hozzá a izé a 7-es gyerek is. Anya, azt akarom kérdezni, hogy nekünk van PayPalunk. Micsoda? Nincs Ray, pedig Ray Pál. Na jó, ne. Na jó, pálik a szád Ray, dehogy is, pedig Ray Pál. Na jó, ne. Jézus.
Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Facebook oldalunkat pedig Viki telet rolkodta, ugyanis paparazzi fotók készültek. Nem tudjunk róla. Ahogy Anna próbálkozik kapcsolatba lépni velem kora reggel, én pedig bele temetkezem az újságba, Viki titokban lefotóztam, csinált egy fotósorozatot, valamint Jani mosogatásáról is. De nem hiszem el, mert tényleg nem vettem észre. Nem, tudom, mondtam. Kimentem, mosogattam, ő utána lopakodott, és úgy fotózott le, hogy ebből az egész semmit nem észleltem. Ügyes asszony, nagyon mi? Nagy. Tehát ma reggel paparazzi fotóink vannak. Az Anna mit akar ezen anyai a fotósorozaton? Na, az Anna minden reggel tesz egy kísérletet arra, hogy beszélgessen? Nem tudom, hogy felébresszen, hogy beszélgessen, hogy beindítsa a reggelemet. Ő egy kommunikációs szakértő. Hogy kapjon egy kis energiát, vagy csak egyszer csak dumágassunk. Ugye hát én meg a napi bulvárban, a kis kanapén, főleg ha keveset alszom éjszaka, leheveredek, és átlapozom, hogy mit ír a bulvár, hát mégiscsak hát van benne valami, amiről esetleg lehet beszélni. Anna pedig jön, és úgy nincsen semmi. Tegnap csináltam egy kulyáslevest. De szép ez a fa. Rizslecsont akartam csinálni, de sajnos nem kaptam jó marhós. Na mindegy. És jön egyre közelebb. Jön egyre közelebb, az ülésből állásra vál, az állásból elsétál a szekrény végéig, és aztán egy olyan 5-8 perc után feladja. De nem keseredik el, de és másnap megint jön. 5-8 percet ezt beleteszi, annak ellenére, hogy hát már az első percben érzi, hogy ez mandinerezés lesz. És Oson egyre közelebb jön, és folyamatosan próbál kommunikálni. Ennyi ezt nálunk egy ilyen... sem adja föl, egyszerű, hihetetlen. Mindennapos játék. Ez egyfajta előjáték már, igen, amivel ráhangolódunk a műsorra, tehát én olvasom a bulvárt, Anna pedig közben beszél. Engem ez egyáltalán nem zavar, néha egy nyugtázom, hogy ez nagyon jó, közben olvasok. Én rájöttem, hogy én egy ilyen csendes, lelkiszemetes láda vagyok, mert hogy tulajdonképpen Anna már nem azért jön oda, mert mazohista, hanem Anna csak úgy szeret elmondani mindenféle válasz nélkül, csak könnyít magán. Ott és van valaki, ezek a mondatok. Az olyan, amikor egy szoborhoz beszélsz, vagy egy... Tehát van valaki, akinek ezt úgy mondhatja, hogy tudja, hogy semmit nem mond mint már. Mint az Abigailben. Igen. Igen, Abigail, abszolút. Abszolút, hello Anna. Sziasztok, szeretek a fényedbe fürdőzni. De tényleg, csak azért megyek nem oda. Nem, az ott egy lámpa a sarokban, csak igen, az egy lámpa. Kérek időpontot. De nem, rájöttem, hogyha nem figyelek, ugyanúgy elmondott. Neked kell valaki, akinek el tudod mondani. Ha nem én egy fa, ha nem fa egy kutya, bár is. Én hát vagyok ott. Ennél összetettebb a dolog, de én nem adom föl. Egyszer úgyis fogsz rám figyelni, én tudom. Mindig figyel, csak szeretem. Nem. Én mindig meghallgatom, hogy mit vettél a piacon, mit főztél, mi van a gyerekekkel, és mindig nyugtázom, hogy minden rendben van. De a végén tesztelt, mondd neki, mondd vissza. Legyen az utolsó. Nem akarok kudarcot. Ja. Nem akarok kudarcot. De tetszik, hogy nem adod föl. Nem adom föl. Én szeretem a kihívásokat. Nézd, Janival, Ferivel sokkal könnyebb beszélgetni. Az nem kihívás, ne haragudjatok, fiúk. Nem gondolnám, hogy te igazi beszélgetésre vált. Én észre, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy te csak egy kicsit úgy tudjál trécselni, hogy elmondhast. Balázsot a sírató falad. Igen, nem vársz igazi választ. Meglátod, hogy ott fekszem ilyen magzatpózban, odajössz és elkezdesz beszélni. De ott egy bábú lenne, szerintem neki is elmondanád. Nem vársz igazi beszélgetést. Jó, még nem kapcsoltam fel a villanyt, a karácsonyfával beszélgetni. Igen, tehát nincs igényed. Nincs igényed igazi beszélgetésre. Egy bálványimádó vagy. Neked minden, érted, egy balásformájú bábú kellene oda, rádobálva néhány ruhadarab, amely emlékeztet az őcsúszára, egy újság kezdődő, te ugyanúgy elmondanád. Igen. Abszolút. Lehet, hogy igazatok van. Igen, azt gondolom, hogy igazatok van. Megfejtettétek. De jobb neked ettől a reggeled, vagy nem? Jobb, ugye? Akkor meg tök minden. Igen. Mi volt a piacon, mi van a Karinával, mi van a piacon, mi volt a tévében, képzeld, láttam azt, aha, és látom, hogy megkönnyebbülve megy el. Megkönnyebbülve megy, elmondhatta. Ezért vagyok. Te tényleg, te olyan vagy az Annának, mint mondjuk a Beszélő disznó című Moldova műben, a Fantom Koca. Akire mindig ráugratják a kanokat, és úgy szedik le a hangjukat. Igen. Hogy mindenkit, ők is tudják, hogy nem az igazi. Kedves vagy, köszönöm a hasonlatot. Ki a koca? A sztoriba ki a koca? Én vagyok. Te vagy a koca. Igen, és minden reggel ráugrik az Anna, és minden reggel próbál meg valami akciót kezdeményezni. Ajajajaj. Tehát egy malac vagyok. Nem baj. Fantom malac ráadásul. De csak fantom.
Egy fantommalac, bevállalom. De Viki egyébként a legnagyobb, mert ő meg paparazzi, nagyon jól szórakozik, és kuncogva fotóz mindenkit, úgyhogy nem szól. Önjáró. Persze. Egy ninja, itt lopakodik egyik helyiségről a másikra, és úgy készít fotókat, hogy igazából... Igen, nem sokára kiadja majd valamelyik családi fotót, hogy mit a mesztelenül borotválkozom a fürdőszobában, vagy táncolok mesztelenül, vagy birkózom. Ilyen. Annyit fotóztak benneteket lesből, már meg orvul, meg úgy, hogy nem akartátok, hogy megtanultátok. Egy 10 000-est, amit írják a hallgatók, hogy más újságokban a lesi fotó 10 000. Tényleg, 10 rugó. Ja, a bruttó 10, csak mondom, azt ne felejtsük el. Bruttó 5 vagy 10. Adózni kell? Hogyne, az csak 7. Oh. Az csak 7. És nem emelnek, hát azért már régóta 10. Hát miért? Voltam olyan törökországi nyaraláson, egy all-inclusive nyaralására, nagyjából egy... Hát te volt olcsó, na. És a néni lefotózott, te elment, mit tudom én, x 1000 év nyaralás, de azért egy 7000 nettóra azért gyorsan eladott a borsnak. Kicsi visszajön belőle. Vagy a Bliknek. Kicsi visszajön. Úgy gondolom, hogy meg volt szorulva, tudod. Elmeti 4 gyerek, 6 unoka, all inclusive, 8-an voltak ott, érted, a törökországi szállodában. Szerintem amennyi pénzt ott hagytak, mondom, egy ilyen 10 fős család. Hát vidáman elérd egész belőle, de azért a néni egy hetet visszahozott. Persze. Az körülbelül az egyik csúszdaparki belépőnek az egy negyede. De a néni visszahozta. Egy hetessel azért azonnal eladott a Bliknek, ahogy ott pipiskedem. Ki a hideg vízből. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy nagyon helyes kis hírt találtunk, és már most mondjuk, hogy a rátok számítunk, drága hallgatók, még hozzá, hogy telefonáltok, csörögtök, és kicsit önironikusan bevalljátok, hogy az élet veletek is elbánt. Ugyanis állítólag ez valójában megtörtént, de lehet, hogy egy városi legendáról van szó, az egyik bútor áruházban. Amikor is azt hallották, és fültanúk állítják, hogy ez valóban megtörtént, a múlt hétvégén a hangos bemondóban az alábbi üzenet hangzott el: Borsos Áron várja a szüleit a játszóházban. Én ezt először meghallottam, és azt mondtam, hogy menjen mindenki a fenébe, nyilván kamu. Megpróbáltuk az áruházat is megszólaltatni, akik egyébként nem nyilatkoznak. Aztán lehet, hogy ez az egész arról szól, hogy kiadtak magukról valamilyen kis közleményt, hogy jobban terjedjen az ingyenreklám. Nem tudjuk megmondani. Jó, de ennek nincs túl jó üzenete, ha náluk van valami borsos áron. Úgyhogy lehet, hogy már egyébként azt a kedves munkatársat kirúgták, aki ilyesmivel szórakoztatja egyébként a többi munkatársat, nem? Igen, na most nézzük meg, hogy igaz lehet-e a hír, vagy nem. Megint. Egy komoly áruházról van szó. Ugye erre a svéd áruház láncról. Elképzelhető, hogy vasárnap rengeteg ember füle hallatára humorizálnak ezzel, hogy azt írják, hogy Borsos Áron várja anyukáját a játszóháznál. Nem lehet, hogy ez a másik áruházra próbálja fölhívni a figyelmet, hogy ott drága dolgok vannak, de itt náluk, nem tudom. A Borsos, mint családi név, az működik. Igen, az van, az van. Nekem is van Borsos nevű ismerősöm. Az Áron is működik, ugye, külön. De van-e olyan szülő, aki, hogy az viccesnek gondolod, amikor ott vagy a szülőszobában, és kérdezik, na, apuka gyerek neve? Áron. Igen, mi ezt is megvitatjuk, a dolog, azt kellene először eldönteni, hogy igaz lehet-e a hír, vagy nem. Megfejteni nem fogjuk tudni. Én még az IKÁ-ra ezt nem gondolnám, hogy ők ezzel humorizálnak így vasárnap, amikor baromi sok ember van. De egy alkalmazott, nem? Tessék? Egy alkalmazott. A rádió? Persze, egy alkalmazott. A bemondó. Igen. Hogy valaki oda szólt neki, te figyelj, Katika, na, bemered mondani, hogy érted, Borsos Áron? Így van, mert megunta, hogy állandóan nyomja be a skőnejöl, de hogy hívják, a szófa, 38 000 forint, húsgolyó, tudod, és akkor benyomott egy ilyet. Annál is inkább, mert van, ugye Magyarországon már kivonult, tehát lemondani a nevüket, sajnos a Baumax. Baumaxnál volt az egyik ilyen kabala figura, volt például Jó Áron. És hogy nézett ki? Hát szokásos, hogy pirosban sárgában volt öltöző, ahogy ugye ezek voltak Baumaxnak. De ő egy személy, igen, vagy egy rajzfilm figura? Nem, rendesen egy férfi személy volt. Igen, hát az francba. Na, megint a Skype. Nem, eltört a telefonom. De csak ez napi probléma. Napi probléma. Szóval, mi nagyon sokat beszéltünk már ugye a nevekről, és nagyon sokat humorizáltunk már a neveken, viszont soha nem adtuk még át a terepet úgy a hallgatóknak, hogy ők mondják el, hogy miért utálják a saját nevüket. És ez ugye mindig érdekes. Volt pár hónappal ezelőtt egy olyan témánk, amikor is
lehetetlen neveket tanulmányoztunk, és mindenféle hivatalokban, fogorvosi székeken, ügyvédi irodákból küldtek nekünk a hallgatók, hogy higgyétek el, van ilyen urológusom, van ilyen gyermekorvosom, van ilyen fogászom. Hát zseniális adás volt, aki hallotta, tudja, hogy, hogy rengeteget nevettünk, hogy tényleg a fogorvos miért hívják úgy, ahogy a nőgyógyász miért kemény új Péter, vagy nem tudom, mi volt a neve, valami újjal kapcsolatos. De soha nem beszéltünk még olyan hallgatókkal, akiket valójában így hívnak. Ez most egy kísérlet. Megnézzük, nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy arra kérünk benneteket, hogyha valóban tényleg létezik olyan nevű hallgató, aki utálja azért a saját nevét, mert a Borsos Áron analógiára hasonlít, az telefonáljon be és mondja már el nekünk nevetörténetét, vagy ami még jobb lenne, ha van olyan szülő, aki bevállalja, hogy ő miért? Hogy ő a szülőszobában egy elmeháborodott pillanat után tényleg úgy hívta a kis Imrét, mondjuk, hogy Fügy volt a keresztneve, és akkor tudjuk, hogy ugye miért választotta mellé az Imrét. Nyilván ez nagyon szélsőséges. Ez nagyon magának egy nevelőszülő. Nagyon nézzék a kis Imrét, milyen szép. Na, de mi a vezetékneve? Hát Imre. Fügy vagyok én is, Fügy lehet ő is. Tehát nézzük meg, mert általában azért azt tudhatjuk, hogy vannak szülők, akik tényleg humoros kedvükben még azt is eljátszák, hogy egy életre megpecsételik a gyerekük sorsát. Ugye? És humorizálnak a szülőszobá. Humorosnak ismert. Általában saját magát humorosnak mondott. Igen. Szülők. Hát és egy 4 éves korig lehet, azért hogy vicces is, csak utána. Csak utána. Föl fog nőni a gyerek. Jó, hát ő is István volt, akkor gyerek meg legyen Imre, és akkor így lett Fügy. István. Direkt mondok olyat, mert ez nagyon-nagyon szélsőség. Persze. Tehát valószínű, hogy ilyen nincs. Sper Marjans sincsen, ja, szerintem. De biztos, hogy vannak olyan nevű hallgatók, akik tudják, hogy gyerekek, velem az apám direkt szúrt ki, és nem is kell, hogy összefüggő legyen a vezetéknév vagy a keresztnév, vagy direkt adott ilyen nevet, és ezt ő nekem elmondta, és bevallotta, hogy igen, ne haragudj, anyáddal megbeszéltük, vagy fogadtam egy akkori barátommal, és ezért lettél te az, aki. Haverokkal nagyon becsászárkörtöttem, úgy mentem be. Itt sem voltunk fiam. Ez simán benne van. Simán benne van. És biztos, hogy van, aki hallgató. Vagy mondom, szülők is telefonálhatnak tényleg, akik kiszúrtak a saját gyermekükkel, vagy írhatnak nekünk nyugodtan SMS-t. Kiszúrtak a saját gyermekükkel, és egy röpke tréfa után lassan 18 vagy 20 éve így hívják a gyermeküket. Ennél szerintem egyébként nincs kellemetlenebb. És kegyetlen is kellemetlen, hanem kegyetlenebb dolog. De nem akarok ítélkezni. De van egy csomó ilyen keresztnél is, ami ilyen nagyon furcsa keresztnél. Tehát amikor nem effektíve, nem egyfajta szójátékká válik a neved, hanem amikor ilyen nagyon-nagyon régies, nagyon avitos, nagyon mondjuk úgy, tényleg ilyen elavult keresztnevet adnak neked, és mindenki visszakérdez, mi? Bergengóci? Mi van? Tehát amikor kifejezetten, mert volt valami olvasmányérvény annak idején, valami jó kis, mit tudom én, egy Gárdonyi vagy Jóka is olvasott benne valamit, és így nagyon fura, és elfeledkezett róla az illető, hogy már 21. században járunk. És egy ilyen keresztnevet adott a gyereknek. Az is tök kellemetlen tud lenni. Hogy hívták? Nem, hát csak úgy például az iskolégát, itt tudom, én érted, egy ilyen nevet ad neki. És így nem érted, hogy basszus, a 21. században hogy lehet egy ilyen nevet adni neki, érted? A régi értékeket támogatja. Nagyon szerettem annak írni a Verne regényeket, és ezért adtam neki a ért. Hát igen, na erre keresünk mi most tulajdonképpen megfejtést. Olyan szülőktől, olyan nevű hallgatóktól, akik utálják a saját nevüket. Drága hallgatók, tessék nyugodtan panaszkodni. És tessék elmesélni, hogy egyszer veletek kiszúrt az apukátok, vagy kiszúrt az anyukátok, ami még rosszabb, hogy mindketten összeálltak a szülőszobán, hangosan felnevetve megpecsételték a ti sorsotokat. És ti még akkor újszülötten aranyosan felsírtatok, rácsodálkoztatok a világra, és azt mondtátok, de jó, megérkeztem, és nem tudtátok, hogy az anyátok és az apátok már összeállva ellenetek. És az egész jövőtöket tették tönkre. Micsoda szörnyű merényletet követett el. Jó, ha nem akartok beszélni, csak írjátok meg, hogy benneteket hogy hívnak, de jó lenne, ha most, mert kamut bárki tud írni, ha mi most valójában tudnánk ilyen nevű hallgatókkal beszélni, és elmondani például, hogy milyen a hátrányos megkülönböztetés éri, kinevetik-e, bemész egy okmányirodába, félve mondod de a nevedet. Tényleg van az, hogy bemutatkozol, és ketten hangosan felröhögnek mögötted, és nem mered kimondani a saját nevet. Hát gondoljatok bele, hány ilyen ember van, nem? Persze. Aki halkan mondja ki a saját nevét. Jó, most legyünk őszinték, tehát hogy valamilyen szinten mi is érintve vagyunk, mert például itt van Feri, meg itt van az én lányom Virág. Igen. Tehát, hogy most azért a Ferinél például az szerintem akkor... Igen, de azért vagyunk be őszintén, tehát hogy lehetett volna más tisztességes, szép, jó hangzású keresztnevet is választani, amiről nem jut az...
Igen. Ja. Rákóczi István volt az apám. Na, és nálunk ugye a nagymama akarta, az apai nagyanyám akarta, hogy én Ferenc legyek. Rákóczi Ferenc. De nyilván én gyűlöltem Rákóczi Ferencnek lenni nagyon sokáig, mert ugye mindig ez volt. Na és hanyadik? Le is első, vagy második. Igen. Nem a harmadik, az első kettőt már ugye használták, tehát én vagyok a harmadik. Én gyűlöltem. Aztán meg megszerettem, mert hogy mindig mindenki megjegyzi, tehát praktikusan meg ez van. Én nem tudok vele mit csinálni már. De ugye ez nem így olyan formán vicces, mint az izé bármi áron. Nem, de azért mondjuk gyerekek között nyilván akad egy kicsit. Tegnap rólatok tanultunk fel. Az a Rákóczi Ferenc? Nem, az már nem lehet. A lányom esetében is így szokták kérdezgetni, meg valakinek ez ilyen vicces, meg valaki ilyen komolytalanak tartja, vagy ilyesmi. Én nem tartom egyáltalán, és mi nem is viccből adtuk neki a Virág keresztnevet. Kicsit. Összenevettetek, amit... Picit igen. Hogy egy picit, lesz, egy picit nem? Igen, de nekem jó hangzású volt, meg most is az, és imádom. Tehát, hogy nyilván összekapcsolódik az ő személyiségével, meg azzal a személyiséggel, amit így szerettünk volna. De nekem a vadon virág nem ilyen, nekem arra nem teszem, hogy vadon nő, és akkor virág. Tehát, azért bekóstolgatnak. Igen, már mondom, bele, igen, csak nem olyan, mint tényleg a pumpár, vagy igen. A... Nem, pumpár. Nincs ilyen. Nem lehet. Igen. Tehát én azért például valaki írja, hogy Balázs vagyok, a feleségem, úgy hívják, hogy Gani. Jó, tehát most tényleg, csörögjetek, az lenne a jó. A vadon virág, az már összeketem, hogy vadon vagyok, és akkor ott szedek virágot, szóval, hogy kevésbé életet megkeserítő, kevésbé életellenes bűncselekmény szerintem szülőként mondjuk virágnak hívni egy vadon vezeték nevű kislányt. VV, van literál szép, tehát én ezt kimerném mondani. Tehát ettől én nem félnék, mert ez nem valójában megmosolyogtató, vagy nem gúnyolnak ki. Még meg egyszer sem, amikor ki kellett. Igen, mondani. Tehát hogy ez szerintem nem igazán olyan, amitől most valakinek, úgy, aki vadon virág, akkor ezt most halkan kell, hogy mondja. Van hallgatónk vonalban? Halló, jó reggel, ciao. Jó reggelt! Ó, micsoda kis bársonyos hang, hello! Mondd a neved! Na, hogy hívnak? Karácsony Szilveszter vagyok. Ne? Húsvétkor születtem. Ne, hülyülsz! Ne, és húsvétkor született. Így van. Húsvétkor mikor, milyen évben? Hát én már 57 éves vagyok. 58. április 11. 58. április 11. Karácsony volt a te vezetékneved? Az is, most is. Úgy értem, hogy amikor... igen, jogos, igen, most is. Persze, de nyilván amikor megszülettél, akkor ugye megkaptad. Hogy kaptad mellé a szilvesztert? Hát úgy, hogy 18 évesek voltak a szüleim. Tehát két fiatal, szerető szív. És azt mondták, hogy legyen az év utolsó fiú neve. Aha. Más nem kérdeztek meg róla, hogy... Ja, várjál, azt hitték, hogy a Dávid a jó. De a Karácsony Dávid, tehát 30-án van. Hoppá, a Szilveszter férfi néz. De te nem hűlsz, tehát ezt tök komolyan mondod. Ez így van. És mikor realizáltad először arra? Emlékszel? Tehát mikor szembesültél azzal, hogy te jó és te hülye nevem van? Bocsánat, hogy ezt mondom, de hát nem akarlak bántani, csak tényleg fura. Na, az én nem Karácsony Szilveszter. Szóval mikor volt az első pillanat, amikor megmosolyogtak, oviba, iskolába fel kellett állnod fel, amikor rájöttél, hogy te jó Isten, milyen nevem van? Na most ez úgy van, hogy én egész 6 éves kor még így is mutatkoztam be. Nem csak, hogy Karácsony Szilveszter vagyok, hanem anyukám még engedték, sőt, forszírozták, hogy mondjam hozzá, hogy húsvétkor születtem. Tehát én 6 éves korom még azt mondtam, hogy Karácsony Szilveszter, még húsvétkor születtem. Te jó Isten, tehát anyád még most... erre kicsit rá is játszottak, hogy mondtad húsvétkor, mondtad húsvétkor. Nem volt gond, ez aranyos volt ez a dolog, mert ültek a padon a faluban a nénik, és ötször oda hívtak, hogy mondjam el még egyszer. Persze, ez 5 évesed aranyos, amikor az embert négyen kinevetik, mert azt hiszed, hogy veled nevetnek, nem rajtad, akkor még nem fogod föl, ugye? Csak nevettek hát a nénik. Így van, és akkor az iskolában azért szembesül az ember ezzel a dologgal, de aztán megszokja a környezet, tehát ez nincs ilyen nagy gond. Katonaság nem hívtak, úgyhogy ünnepek sorakozó. Micsoda! Ünnepek! De nagy, jó volt katonaság. Figyelj, és amikor így először valakinek ezt elmondott, hogy üdvözlöm Karácsony Szilveszter, akkor azt mondja, jó, ne szórakozom, mondja az igazi nevét. Vagy a rendőr, amikor igazoltad. Karácsony Szilveszter, jó, ne bolcsolj. Karácsony Szilveszter, hülye, hogy még csak május. Jó, ne humorizáljunk, a valódi nevét kérdezem. Tehát sok ilyen sztorid van, amikor úgy állnak eléd, vagy nem hisznek a fülüknek, és azt mondják, hogy jó, mondd az igazit? Ilyen már volt elég sokszor. Tényleg? Mikor megláttam egy bankkártyán a reklámnevet,
hogy karácsony szilveszter egy bankkártyával reklamoztak, akkor én felhívtam a bankot, hogy én vagyok. Ja, mert egy reklámmal ugye mindig kamboratok. Minta áron ilyeneket igen, szoktak. Igen, 0-0-0 sok, igen. És te betelefonáltál a bankba, hogy jó napot kívánok az én kártyámat. Én nevemmel reklámozzák a kártyát. Jó fej volt a bank, mondta, hogy akkor egy ingyen, nem tudom, 100 000 forint. Jó fej volt. Tényleg? Jó fej volt a bank. Jó, de ahogy hallom, ezt már nem utálod ezt a nevet, nem? Tehát már úgy tényleg megszoktad, ahogy te is mondod. Egyáltalán nem utálom, sőt, hát én olyan helyen dolgozom, hogy plakádon szerepel a nevem elég sokszor. Soha nem merült föl, hogy a szilvesztert átnevezd, ugye, és más legyél, tehát ami nem tudom, Karácsony Gábor, Karácsony Péter, tehát hogy valami hagyományosabb neved legyen, ez nem merült föl benned soha? Egyáltalán nem. Nem, tehát ebbe beleszocializálódtál, belenőttél. Sőt, hát a testvéreimnek is szép nevei vannak. Ne! Van egy Karácsony Angéla, Karácsony Angyalka, ugye? Aztán van egy Karácsony Hajnal Csilla. Karácsony Hajnal Csilla. Az nekem mondjuk az jó, az szép. Az jó. December 22-én született Karácsony Hajnal. Az nekem nagyon szép. Jó, de azért a te vezetsz. Tehát a családban azért minden ajándék inkább téged illet. Tiéd a nagyobb, te eszed a maradéksütit, és minden, ami megmarad, az a tiéd. Tehát nálad kell törleszteni. A Karácsony Szilveszter azért az nagyon durva. Hogy becéznek? Sisi. Kari. Van ilyen, inkább Sisi. A Sisi-t mondják. Sisi. Aha. Jó, mivel foglalkozol egyébként, azt mutatjuk? Hát, mondhatom. Nemzeti Színház ügyelője vagyok már 36 éve. A Nemzeti Színház ügyelője? Igen. Wow. És milyen régóta? És milyen szép hivatás, ráadásul, hogy egy helyen űzöd, és ilyen régóta. Hát igen. Szilveszter, hát nagyon köszönjük, hogy betelefonáltál. Pontosan ilyen hallgatókra gondoltunk. Köszi, vigyázz magadra. Hello, szia. Békés ünnepeket. Csáó, köszönjük szépen. Karácsony Szilveszter. Beszélgetünk, csáó. Na, drága hallgatók, öntsétek ki nekünk a lelketeket, jó? Ha utáljátok a neveteket, tényleg, kíváncsiak vagyunk, kiszúrt ki veletek. Miért kaptátok ezt a nevet, és hogy hívnak benneteket? De most ne azt írjátok, hogy az én falumban van egy ilyen, az én fogormosat így hívják. Azt megcsináltuk 3 hónapja. Mi most csak azon hallgatóinkra vagyunk kíváncsiak, akiket valóban így hívnak, és fölhívnak bennünket, és elmondják, hogy engem így, és gyűlölöm anyámat azóta, és minden nap a szemére vettem. Hogy tudott ennyire szemtelen lenni a szülőszobán, jó? Ezt küldjétek nekünk SMS-ben. Telefonáljátok be nyugodtan, ha utáljátok a saját neveteket, mert ugye egy svéd bútoráruházban állítólag megtörtént a hétvégén, gyanakodva fogadtuk a sztorit, nyilván lehet, hogy az egész egy nagy kitaláció, hogy Borsos Áron várja a szüleit. És ugye nagyon sokszor humorizáltuk már nevekkel, sokfajta vezeték és keresztnév van, ami együtt kimondva ugye összecseng, és valami egészen mást ad ki, de mindig csak felsorolás jellegére elmondtuk ezeket a neveket. Most viszont hallgatóink telefonálnak, akiket valójában így hívnak, és akiknek a szüleik már a szülőszobán megpecsételték a sorsukat, vagy azért, mert fiatalok voltak, vagy apa benyomott két felest humoros kedvében, pedig valami lehetetlen nevet adott gyermekének. Erről beszélgetünk, itt van egy hallgató. Halló, jó reggelt! Sziasztok, srácok! Fekete Péter vagyok. Fekete Péter! Hello! Hello, Péter! Sziasztok! Na, mi újság van? Hát ez se túl szerencsés választás, nem? Hát sajnos nem a legszerencsésebb, biztos humoros kedvében voltak a szülőszobán a szüleim. Nem kérdezted meg őket? Később, hát abban a pillanatban biztos nem. Hát ott nem, nyilván nem, de később. Később nem beszélgettetek? Hát kérdeztem őket, úgy választott sajnos nem kaptam a mai napig rá. Tehát nem tudod, hogy ez vicc volt-e, vagy tudatos választás, vagy bele se gondoltak, hogy a Fekete Péter az mást is jelenthet, nem tudod? Hát amikor ők fiatalok voltak, akkor biztos népszerűbb játék volt ez az egész. Igen. Lehet, hogy csak úgy... Utálod nagyon egyébként? Most már megszoktam. Régen nagyon sokat cikiztek velem, hívtak kártyázni, meg kéményse verni is. Istenem, szegénykém, és ez gyerekként azért elviselni, hát ez komoly trauma nyilván. Hát annyira nem volt trauma, inkább gyűlöltem mindenkit, érte, de... Gyűlöltem mindenkit, igen, leginkább az ember saját magát, hogy így hívják. És volt egy akció, ahova te bementél? Nem kell mondani, hogy melyik áruházlánc, csak hogy volt így egy... Így van, egy ilyen elektronikai nagy vállalatnál volt ez a Black Friday akciónál. Ez a én hetem volt. Meghirdették a Fekete heted. Péter hetet? Így van. Én meggondoltam egyet, amint megláttam, és akkor bementem hozzájuk, hogy szeretném kérni a nagy 70%-os akciómat. Hirtelen értetlenül néztek az eladók, jött az üzletvezető is, ott gondolkodtak, hogy mire gondolhatok. Aztán megmutattam nekik a személyigazolványomat, és akkor ugye az egész áruház röhögésbe tört ki. De akkor jó fejek voltak. Jó
jó fejek voltak teljes mértékben. Beszélgettünk is, kaptam egy pendrive-ot csak úgy ajándékba. Amikor az ember bemegy egy hivatalba, vagy okmányirodába, és az a nevét Fekete Péter, jó, ne hülyeskedjen, jó, jó, nagyon szerelmes. Ha, igen, a nevét Fekete bajunk. Péter. Tehát sokszor van ilyen szituáció, amikor felnevet az ügyintéző, hogy azt mondja, igen, értem humort, legyen szíves, ne humorizáljon. Volt már így, hogy rád szóltak? Előfordult. Előfordult. Az első személyigazolvány készítésnél előfordult, mondjuk annak már jó pár éve. Szegéke, azért ez kegyetlen. Igen, értjük a humort, mondja a nevét. Fekete Péter. Hát, jó, ami nagyon jó, a leginkább kínos történet az az volt, amikor egy ilyen sportversenyen vettem részt, akkor nagyon fiatal voltam még, és akkor a dobogóra szólítottak, hogy hát igen, őt ismeri mindenki a kártyajátékból. Jöjjön fekete. Így most már értem, hogy te annyira nem szereted a neved. Tökre értem, én már az elején is értettem, ez abszolút. Tehát ez nem igazán lehet szeretni, mert ez humora ad okot, igen. Péter, köszi, hogy elmondtad nekünk, ciao. Igazán is mit, sziasztok. Hello. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Hello, honnan hívtál minket? Én Budapestről. Budapestről, Orsi, ugye? Orsi vagyok, igen. Orsi, na, hogy hívna? Kis Orsolya. Te annyira nem tűnik kegyetlennek, Kis Orsolya. Hát annyira nem, csak folyamatosan megkérdezték tőlem még régebben is, hogy Kis Orsolya és mit sorsolsz. Igen. Kis Orsolya? Hogy ki? Én? Mi az, hogy Kis Orsolya? Mi csodál? Jó, és lesz igen. Tombola is, de Kis Orsolya. Hát Kis Orsolya. Igen, ezeket kaptam meg folyamatosan. Szoktam mondani, hogy ennyi tízezeresed lenne, ahányszor ezt meghallgattad, nem, hogy kisorsolja. Jó, kisorsolja. Ha, oké, nevettünk. Ez nem kérdés. Nagyon utálod ezért a neveded? Hát, inkább régebben utáltam, most már annyira nem, meg megszoktam. Még ezen nem tudok együtt nevetni, mert hát tudjátok milyen. Hát persze, az ember százszor hall valamit, azon már nem nevet. Mindegy, hogy a nevéről van szó. Én ezt százszor hallottam. Persze. És mindenki azt hiszi, hogy éppen ő az első, aki ezt elsütik. Igen. De valószínűleg ez a szüleidél nem volt tudatos, mert így, hogy Kis Orsolya, ez egy teljesen normális hétköznapi név, tehát ez nem jutott eszükbe, nem azért adták tényleg, mint a Karácsony Szilveszter, vagy a Fekete Péter, az durvábbnak tűnik. Tehát nem jutott eszükbe ez a szójáték, gondolom én. Persze nem. Hát amikor egy gimis éveim alatt meséltem nekik, hogy mivel csúfoltak az osztályba, akkor már ők is, basszus, tényleg. Ez már szóval. De nyugtass meg, hogy nem közjegyző vagy. Kis Orsolya közjegyző. Nem. Tehát, hogy nem közjegyző lettél. Nem. Jó, akkor megnyugodtam. Az úgy aztán még plusz egy humorforrás. Orsi, köszi, hogy elmondtad. Puszilunk, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Igen, Kis Orsolya. Kis Orsolya. Igen. Egy utolsó hallgató. Halló, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello. Micsoda beletörődés van ma reggel a hangomban, halljátok? Fekete Péter is, Karácsony Szilveszter is, Kis Orsolya is úgy telefonált be hozzánk, hogy jó reggel, sziasztok, igen. Hogy hívnak? Hello! Engem Nagy Árpinak hívnak. Egy igazi Nagy Árpi, Nagy Árpi. Tudta apád, hogy mit ad neked, amikor a szülőszobán azt mondta, legyen Árpád? Kérdezted ezt tőle valaha? Kérdeztük aztán rögött, hát most mit lehet ezzel csinálni. Tudta. Persze. Na te annyi mindent adhatod, Nagy Balázs, Nagy Gábor, Nagy Dénes, hát bármi lehettél volna, miért kellett, hogy Nagy Árpi legyél? Hát mit tudom én. Na, mondj egy számot, körülbelül hányszor hallottad életedben a Nagy Árpi című örökbecsűs láger? Viccen kívül nem sokszor. Tényleg? Esküszöm. Tényleg. Tehát engem kihagytak ebből, hál' Istennek. Tehát kimondod, hogy Nagy Árpád, és nem szól vissza senki, hogy tudtad, hogyha nevedet sokszor mondjuk betézve? Ez már egy annyira elcsépelt dolog szerintem, egy annyira elcsépelt. Na de valamiért mégis betelefonáltál, tehát akkor vagy nem szereted, vagy sokszor hallod. Nem, azért már két kislányom van. Bárjál, hát, próbálom összetenni, hogy... Hát így gyártja rendesen. A lányokat. Hogy gyártod a lányokat? Tehát, hogy rácáfolsz a nevedet. Igen, pont nem. Rácáfoltam. Uh-huh. Helyes. Jól van, Árpi. Árpi vagy Árpád? Árpi. Inkább. Csak Árpád. Nem. Tehát nem. Még az Árpi is. Árpi is tímmel. Persze, nyugodtan. Semmi gond nincs ezzel. Honnan hívtál minket? Jelenleg Ausztriában vagyok. Ausztriában. Ott dolgozol kint? Igen, meg ott nem értem. Nem. Csak jöttünk. Kijöttetek. Azt hiszem, ilyen messzire menekültél a nevedet. Igen. Ott senki nem teszi össze a szójátékot. Árpi, köszi! Oké. Ciao! Hello! Szép napot nektek, sziasztok! Szia viszont! Hello! Hát igen. És mi lehetett volna mondjuk helyette? Hát nagyon gondolkodtunk az Atádon.
Hogy nagy atád. Nem honnan jött. Igen. Hogy hívja? Na, egy utolsó hallgató még itt van. Nincs itt. Halló, jó reggel, ciao. Halló. Halló. Ki vagy? Aha. Jön, már el sem megy. Jó reggelt. Halló. Halló, sziasztok, Szőr Olivér Artúr vagyok. Szőr Olivér. Ne hűljél. Szőr Olivér Artúr. De hogy írod? Sír. Nem áll. Igen. Buckingham Grove. Szőr Olivér. És jöjjön most Szőr Olivér. Hó, és hol a kardja? Szegényke, úristen. Tehát Szőr... Régen nem szerettem, de most már nagyon király. Szőr Olivér, és te vetted föl, és vagy... Artúr is. Hát ebben leginkább az Artúr a jó, tehát a Szőr és az Artúr. Tehát az Olivér az középen az se rossz, de hogy hát, Szőr Olivér Artúr. Hát volt számos tréfa, gondolom én, nem? Hát volt általános iskolában olyan sokat cigiztek vele, aztán írtam is erről a fogalmazást, annó nem jött át az osztálytársaimnak. Aztán mondom, aztán elkezdtem én viccet csinálni belőle, úgy már jó volt. És beszéltél a szüleiddel, hogy miért? Hát a családneve nagyon változtatni nem tudtak. Az Artúr az nem tudom, apámnak volt az a munkattanása, hogy azért, Artúr. Azért kemény volt, igaz. Szőr? Nem lehet. Nyilván nem gondolt vele. Mit vettünk az előző órán? Belszibárdokat. Akkor jöjjön ki Szőr Olivér. Igen, volt ilyen is. Szegény. Arany János, te mindig te feleltél. Annyira magas. Igen, a kedvenc filmed az Excalibur, tudod. Igen. És a Pistolivér, az is a Pistolivér. Így vagy, kész az ebédünk a kerekasztalhoz. Ráadásul voltam kint Londonban is egy évig, aztán hát ott az angolok valamiért nem értették a viccet, magyarok jobban fogták. Igen, igen, ez a szellemes történetlenek. Na és Szőr Olivér Artúr, megtaláltad már a Szent Grált. Úristen. Szegény Artúr, és melyiket használod, Olivér vagy Artúr? Olivér. Szőr Olivér. De volt egy tanárom, mindig Lordomnak hívott, hogy Lordom. Szőröm, nagy uram, lordom, hát abszolút. Lordom, fáradjunk el táblához. De nagyon nagy szőr. Tudod, hogy váltam, bejutottam hozzátok a Morning Show-ba, úgyhogy. Látod? Milyen adást sosem csináltunk, hogy azok telefonáljanak, akik utálják a saját nevüket, mert olyat már sokszor, hogy írjatok, hogy nektek milyen van a környezetetekben. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy érdekes témával készültünk most 7 óra utára, és hosszú ideje, talán erről nem is beszéltünk, sőt, az is lehet, hogy egyáltalán nem volt még erről szó, hogy különböző emberek, akik a szolgáltató iparban dolgoznak, és elsősorban fizető vendégekkel kerülnek kapcsolatba, írják meg nekünk a tapasztalatukat, és abból a szempontból, hogy milyen az, amikor egy vendég ugye nem fizet. Ez nagyon sok helyen megtörtént. Ez megtörtént a boltban, a taxiban, a közérben, szállodában. Rengeteg helyen találkozhat úgy az ember egy-egy vendéggel, vásárlóval, hogy nem akarja kifizetni a számlát. És az ötlet onnan jött, hogy van egy magyar házaspár, akiket végül Andalúziában kaptak el, és szerintem mi róluk egyébként egy évvel ezelőtt beszéltünk, amikor ők még nem voltak meg, mert hogy 2013. februárjában ők elkezdtek egy hosszú nászutat. És a nászut arról szólt, hogy ők mindenhol laktak egy kicsit, különböző szállodákban, de sehol nem akarnak fizetni. Tökélyre fejlesztették a dolgot, hát... Soprontól kezdve hévízi gyógykúrán keresztül, ahol fitness szolgáltatásokat is igénybe vettek, Siófok, Vonyarcvashegy, Tapolca, ahol egyébként 4 millió számlát kellett, sikerült gyártaniuk, Lilafüred, 300 000-es számla, majd onnan elmentek egészen Spanyolországba. Tökélyre fejlesztették az ott lakást, hol egy hetet, hol 10 napot, hol 3 napot töltöttek el, és soha, de soha nem fizettek senkinek. Elkapták őket Spanyolországban, mert hogy egészen odáig jutottak, és hát az andalúziai kiruccanásukat már megkeserítette a rendőrség,
mert hogy nemzetközi körözést is adtak ki ellen, kiadtak ellenünk, és természetesen egy magyar házaspárról van szó. Hát jó, hát erről ne legyünk annyira büszkék. Jó, persze, hát egy pofátlanság, mert további azért az, amit csináltak, meg hát azért valljuk őszintén, hogy hát nyilván a vendéglátók nem annyira örültek neki. Nem tapsoltak neki, basszus, tényleg nézzék, andalúziai ügyetekben királyok vagytok. De ehhez kell egy alkat, én azt gondolom. Tehát, hogy ezt nem tudja mindenki megcsinálni. Én például abban a pillanatban, ahogy úgy mennék el, hogy nem fizettem ki egy presszó kávét, vagy nem fizettem ki egy fagyit, amit a gyereknek vettem a pultból, már integetnének, sőt, már rohannának. Ott van, ott van, kapdásd! Rámugrálnak, és letepernének a térkőre. De hogy lépsz meg egy szállodából? Kezdjük már itt, hogy van egy csomagod, ha 10 napig mész, akkor kell legyen ruhád. Van egy bőrönd, azt leereszted egy kötélen a hátsó ablakból, és akkor te kisétálsz az ajtón, és azt mondod, hogy jaj, jövünk mindjárt, csak megnézzük a valóta szállodából. Hát a szállodából a legkönnyebb meglépni. Hát a szállodából a legegyszerűbb. Hát de mész ki a csomagoddal. Hát nem ügyesebben csinálod ennél. Igen? Persze. Akkor én is hülye vagyok, ketten buknánk le olyan. A szállodából a lehető legkönnyebb meglépni. Most képzelj, egy szállodától 300 szoba. Aha. Most a recepciós, az ott áll a recepción, de ő nem tudja, hogyha te mondjuk hétfőn becsekkoltál, ránézésre egyébként neked vasárnap lejár a szobád. Aha. Tehát kicsekkol, kijössz, azt mondjuk, aki viszi a bőröndöt, te ott jössz, mész, teszel még 3 kört, vagy azt mondod, hogy leadod a kártyádat, ami nem jó, nincs rajta pénz, hogy elmész automatához, de szállodát elhagyni úgy, hogy nem fizetsz, az a legegyszerűbb. Hát kijön az asszony a csomagokkal, és te egy fél óra múlva kimész, egyedül nem állít meg senki a szállodában, te kimész vásárolni, elmehet sétálni, beülsz a kocsiba, és elmentek. Tehát szállodában egyébként baromi egyszerű kicsekkolni. Egy olyan szállodából van 300-400 szoba, állnak a recepción, 3-an, éppen becsekkolnak valakit, hát ott senki nem áll az ajtóba, hogy te most hova mész, nem? Vasárnapig szól a szobád, szombaton te bárhova elmehetsz. Meg ha különösen nagy a furcsa, simán csinál a cég, ha, és elterül a hadműveleteket, hogy bemész 2 üres bőröndel. Beáldozod a 2 bőröndöt mondjuk a hétvégére, bemész, bementek, szépen befelvisztek a csomagjátokat, aztán mit tudom én, a kicsekolás előtt 2 órával még elmentek úgymond sétálni egyet a kedves nejeddel, az üres dobozokat, vagy lehet az üres bőröndöket meg fönt hagyod. Mm-hmm. Vagy mondjuk egy étteremben fizetése előtt szépen az üres táskát ott hagyod a széknek a karfájának. Nem, most kimegyek kísérni. Mondja, Anna? Én pont, amit a Jani mond, én étterembe mentem el, úgyhogy nem fizettem. Nem vagyok rá büszke. Kisétáltunk a barátnőmmel az étteremből. Egy rossz volt a kaja? Nagyon jó volt a kaja, isteni volt. Minden 40 percet vártam a számlára. 3-szor szóltam a kislánynak, hogy fizetni szeretnék. Mondtam, ne arra úgy, mondom, szeretnék fizetni, dolgunk van, mennék, 40 perce várok a számlára. És mondta, hogy jó. Ezzel a hanggal elment. De akkor se sétálhat ki egy étteremből, hogy nem fizet. Én azt mondtam, hogy úgyis az ajtóig jutok, és hozni fogják a számlát, és akkor mondom, na, milyen érdekes, csak föl kellett állni, és itt a számla. És képzeld, ez a bizsergett érzés, hogy kimész az ajtón, semmi. Nézel hátra, semmi. Már mentünk a utcán, semmi, lassítva. És azóta az íze kedvéért megcsináltam. És úgy képzeld, hogy tényleg kimentem, tudom, hogy nem szép, és utána mond, zavarba voltunk, meg eltávolodtunk már az étteremtől egy olyan, mit tudom, 50 méterre, hogy most visszamenjünk, ne menjünk. Most már ne legyél jó zsarú, nehogy az a sztori vége, hogy azért mondom, most persze vidd végig, hát vagy legyél az, aki elment keményen. Van. És utána hát azt a helyet kerüljük azóta, mert nem tudom, hogy megismerjenek el, nem vagyok rá büszke. De ilyet nem lehet csinálni, hát hogy elmész egy étteremből, hát akkor az a megoldás, hogy... Tudom, most Feri csúnyán is látom. Hát igen. Fogod az összeget, látod, hogy nagyjából mennyit tettél, és azt mondják, akkor ott lerakod a pultra, és elmész. Nem tudtam lerakni, nem. Miért nem? Hát van egy hely, minden étteremben van egy hely, ahol a gépbe beütik a rendelés. Kasszám volt. Igen, nem volt ott. Ez a kislány volt ott, aki mászkált, aki eltűnt hátra a konyhába. Én gondoltam erre. Egyébként meg 20 000-es volt nálam, és hogy nem volt akkora cég. Nem akartad nem volt... föltörni. Ja, hát most nem, ez így. Hát gyerekek, csak nem töröm föl a 20 000-es. Azért 18 000-es számláért. Most. Igen, nem volt 18 000-es. Nem szép. Nem, én tudom, nem vagyok erre büszke, de én ezt megcsináltam. Anno nem volt olyan horror nagy számla, nem azt kellett. Semmi, ettetek 2 pizzát, 3 tésztát, 2 somlóját, egy kis üdítő. Egy óvorral, semmi nem jött. Persze, és csomagoltatok is. Kicsit csomagoltatok, és egy 150 éves, nem tudom milyen, nagyon száraz francia borral öblögettetek egy kicsit. Azért ott látni kellett volna annak a kislánynak, én tudom, nekik ez mínusz, meg most már biztos sokan fogják mondani, hogy hú, micsoda időben, biztos, tehát tudom, szegényeknek ez biztos be kellett tenni, ezt a 2 pizza, meg a 2 toniknak az árát, de mikor a fejét látod, és tudod, így elönti az agyadat már, hogy úgy mondjam, az adrenalin, hogy most már elég már, tehát 40 perce várok egy nyomorult számlára, és akkor azt mondtam, hogy sajnálom. De konyhára, miért nem most voltál be a konyhába? Egy ilyen ajtón, hogy belököd, fizetnék! Persze, majd én fogok utána menni, majd egy órán át, hogy fizetni szeretnék. De így loptál?
Jó, hát semmi. Tulajdonképpen annak, igen. Semmi, elmondtad, hogy tolvaj. Vagy nem baj, egyáltalán ebben. Ha így nézzük, akkor igen. De hát vagy meghívtak. Jó, de térjünk még kicsit vissza erre a történet, hogy ők hogy csinálhatták. Tudták, hogy olyan szállodába kell menni, ahol nem kérnek előre semmit? Mert többféle szálloda van. Van, aki azt mondja, hogy te jössz hozzánk, küld át a bankkártya adataidat. Igen. Van olyan szálloda, én nagyon sokszor megyek olyan helyre meg is, ahol nem, egy e-mail cím és egy telefonszám és egy cím, és nem kérnek előre semmit. Tehát nem minden szállodában van az, hogy te előre megadod, tehát megterhelik a te kártyádat. Ez nagyon sok helyen nincsen. Ez nagyon sok helyen nincs. Tudták, hogy olyan helyre mennek? Hogy csinálták ezt? Biztos, hogy lecsekolták ezeket. És hogy milyen szemtelenek, mert ugye ugyanakkor hát már nekik ugye fogyasztaniuk is kellett, tehát ők direkt rámentek a fogyasztásra, 150, 200, 300 ezeres számlákat csináltak egyébként mindenhol. Volt, ahol kifosztották a minibárt, egy hévízi gyógykúra kapcsán 400 ezer forintos számlát csináltak. Nagyon tehát ott ő ettek, ittak is. Ettek, ittak, jól érkezik az ember. Ettek, ittak, ettek, ittak, jól értek. Bátor a szálloda, de tényleg nagyon sok helyen nem kérnek előre semmit. Tehát ezt ne gondolja. Mit kér, személyt kérnek, vagy útlevelet? Írja be a személyigazolvány számát. Igen, de hát nem. Hát ezt nem kérnek személyt is, és útlevelet. Nem. Jó, velünk nem, de szerintem... Tudod, mit kérnek? Adnak egy, nem mindig kérnek, adnak egy regisztrációs lapot, ahol te azt kitöltöd. És te írod be az adatokat, nem te írod be. Nem ugyanaz, mintha elkérni, nem kérnek személyt sok helyen, hanem te beírod a rendszámodat, a címedet, a nevedet, meg a vendégek nevét. Jaj. Talán egy-egy születését, ha nagyon szigorú a recepciós. Egy e-mail cím is elég lesz. Jaj. E-mail cím is, és vége van. Tehát ők azért... Ez bátor így. Az bátor. Hát igen, tehát hogy kell hozzá egy fellépés. Jaj. Vajon ők tudták, hogy körözik őket? Vagy ők úgy mentek Andalúziába, Spanyolországba, hogy édesem, végigjártuk a magyar szállodákat. Fosztogattuk őket, nem tudom, 10 millió forint összértékben. Irány Andalúzia. A menetjegyet kifizették odafelé? Vagy stoppoltak, autót loptak, saját autóval mentek, vagy lopták a benyát? Szerintem volt egy befektetés része. Valószínűleg azért tehát egy-két dolgot azért kifizettek. Aztán megspórolták nyilván a szállodai számlát. De én simán el tudom képzelni, hogy például mit tudom én érted, hogy aki ott van egy wellness szállóban, és akkor szépen köntösben kisétálnak a parkolóig. Ki állít meg például egy köntösbe sétáló embert? Kiállít meg egy köntösbe sétálva ebben a pénzében. Senki, így kimész és kész. A spanyolok mivel jobbak, mint a magyar szállodások? Hogy kapták el őket? Nincs a hír. Ott már azt hiszem, hogy körözték őket, tudták, és szerintem ők nem tudták, hogy körözik őket. Ők se hittek el, és feladták saját magukat. Igen. Tényleg, basz. Igen, nem lehet. Nyilván a szállodák egymásnak szólnak, gondolom én, hogy csalók, 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 tehát ez így elkezdett körbeérni. És így a pult alatt van egy fotó, és így jó napot kívánok, szabályt szeretnék, és benéz. És benéz a pult, és ott vannak az arcok. Hát én el tudom képzelni, hogy a magyar szállodák azért úgy összefognak a vendégek ellen, hogyha valahol valaki csal, akkor azért hát nevet legalábbis küldenek, vagy fotót, vagy mit tudom én, tehát tudják, hogy vannak csalók, akik próbára teszik a szállodákat. Mondjuk nyilván álnéven jelentkezel be, mindig más neven, nem? Aha, nem persze. Azt fogja körülbelül, hogy Kovács Pistát keressétek meg. Nem, igen. Hát biztos, ha én lennék, vagy én csinálnék, akkor érted, hogy felváltva használom, mit tudom én. Novák Gyula, Sebessé Balázs, Rákóczi. Gyerek, ebből a szempontból az Anna Kemény, ő kisétált. Na, most már tudunk beszélni a szójáról. Ő akart fizetni. Ez nem mentesít. Ez nem, ilyen nincs. Ott hagyható, ilyen nincs, hogy akartam nincs, fizetni, de tehát ez nem mentség. Olyan nincs, ez nem mentség. Nullára kiürül. Tehát a személyzet eltűnik. Ilyen nincs. Igen. Ilyen. Akartam fizetni, de nem akarták elvenni a pénzt, úgyhogy kisétáltam. Uh-huh. Kisétáltam. De akkor mit csinálnátok, hogy tényleg nem jön, mennetek el, ott hagytok, akkor egy... Én nem, mert összeszámolod, hogy mennyi érettél nagyjából, és leraksz egy pohár alá, ott az asztalodon 10.000 forintot, 8.300 érettél, ott hagysz 1.000 felállsz, és odaszólsz a pincének, hogy a pénz az asztalon is kijössz. Hát azért ez szóval itt nem csak a várom a pincért az asztalnál, vagy nem fizetek alternatíva van. Nem látod egyetlen olyan filmet sem, amiben egy, mit tudom én, egy amerikai gyorsétteremben valaki ívott, evett valamit, aztán pedig ott hagyta, kiszámolta, letett az asztalra. Hát. Nekem ilyen fizetéssel kapcsolatos történetem csak egyetlen egy volt, ami nagyon kellemetlen volt. Voltunk egy bükkfürdői szállodában, lehet, hogy ezt már elmeséltem, és fogyasztottunk az étteremben. És sétálok ki az étteremből, kezemben az egyik gyerek, mint Benny ül, még akkor nem volt meg a Noel, és én utána a pincért, ne haragudjak, csak egy aláírást kér. És mondtam, na most hadd ne kelljen, mert nagyon fáradt vagyok. Hogy megkezdsz, hogy holnap reggel vagy? Igen! Mondom, hogy lejövök és aláírom autó, bár... De, és jön utánam a csávok kopogtat, hogy... Nem autógraf. De hogy...
de hogy ez most nem az, hanem legyek szíves, ne lépjek le a nélkül, hogy nem írom alá a számlát. Legyek, arra fáradt vagyok. Volna. Bármit aláírok. Nem a ne nyakas ezzel. Mindent a kedves hallgatókért. Természetesen én is. Figyelj, alig volt kellemetlen, tudod, nem esett le, hogy ugye a szállodából aláírod a számlát, a fogyasztást, és azt ráterülik a szobára. Hát ez nagyon jó. Holnap reggel, amit akarsz. Hozd ide, anyádat is, ráírom a kezére. Nem hiszed, milyen erőszakos hallgatóval találtam. Négy emelten keresztül. És miközben mentünk Bennyvel, meg a Vikivel a lifthez, tettük össze, hogy nem biztos, hogy jóra gondoltam. És le is pattintottad? Nem, lelkes volt, utánam rohant a liftig. Tehát ő nem adta fel, nagyon tetszett. Mély elnézések közepet, mondom, figyelj, ne haragudj, mondom, azért reflex. Hogyha valaki azt mondja, hogy létszik, csak egy aláírás, mondom, oké, persze, aláírom. Mondom, most gyerek ki, bőrön húzom, megyek, Viki este. Mert egyébként soha segítik, hogy fizessük. Tök kellemetlen, hogy szólsz. Most ne. Fáradt vagyok. Holnap reggel. Mint egy csávó fel. De föladta, elment, átgondolta, és újabb támadást indított. Tehát ő masszív volt, ő pitbull volt, nem hagyta magát egy ilyen nagyon nyomorúságos tubával lerázni, hogy fáradt vagyok, most nem írom alá. De mindenhol egyébként nagyon komoly, meg két ásványvíz, egy kóla, meg egy őszilé. Tehát, hogy brutális számlánk volt, de jogos volt, jött utánam, és nem adta föl. A tökéletes alkalmazott minden szállodának ilyet kívánunk. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ti, akik recepción dolgoztok, közérdben, étteremben, pincérként, taxisofőrként, ahol pénzzel kerül kapcsolatba az ember és fizető vendég van, hogy nálatok mi történt, hogy próbáltak benneteket kicselezni, hogy próbáltak a bolti kasszánál nem fizetni, étteremben nem fizetni, a taxiból úgy kipattanni és elrohanni. A taxiból én szálltam ki úgy a BK-val. Hogy nem fizetni? Fogorvosi rendelőben, amikor a fogorvos rohan utánad, mert nem fizettél, fogorvosok írjanak, hogy volt nem fizető beteg. Mondjuk a taxis az életszerűnnek kapnak. Ezzel egy fogorvos. Kettem és egy fokkal leszel, és mi van? És írjátok meg, hogy hogyan trükközött, mennyi volt az összeg, mit csinált, hogy próbált lelépni, mi volt a kamuduma, hogy kiszállok a taxiból, itt egy automata, beteszem a kártyámat, és azonnal jövök vissza. Ti, akik áldozattá váltatok, írjátok meg nekünk, hogy hogy vágtak át benneteket. Étterem tulajdonosoktól kezdve, recepciósokig, taxisofőrökig, tényleg mindenki írjon nekünk, amikor is, hát valamikor átvágtak, lehúztak benneteket. Ti kiszálltatok a taxiból? Mert én beszéltem telefonon, a béka nem tudom mit csinált, megérkeztünk, és így mind a két oldalt. Én oda néztem, kicsit mondom, biztos ő fizet, én beszélek. Ő azt gondolta, hogy rendes férfiként én fogok fizetni, és mind a ketten így kiszálltunk két oldalt, becsuktuk az ajtót, és elindultuk, és mondom, fizette? És a csávó ott állt a kocsival, de így nem pattant ki belőle, nem volt kiabálás, nem volt semmi, tehát nem is értettem. Aztán később, és ahogy már be is mentünk a helyre, ahova elmentünk a taxival, és akkor kérdezem, hogy béka, fizettünk? Azt mondja, hát ő nem, hát te szoktál. Hát de mondom, figyelj, hát én telefonáltam, azt hittem, hogy te fizetsz. De hát ő nem szokott, hát hiszen én vagyok a férfi. Mondom, jó, akkor ízik, kimentem, és a csávó meg ott állt. Én nem értette. Aranyosan. Én nem értette szerintem a dolgot, és nem is szállt ki. Mert hát ez én. És ilyenkor az a kellemetlen. Hát meg volt a CB rádió 624-es, fizetés nélkül távolítok. Rákóczi, még egyszer mondom, Rákóczi. És ebben az a kellemetlen, hogy én is nagyon sokszor voltam már ilyen helyzetben, hogy valamit hirtelen nem fizetsz ki, hogy utána minél jobban elkezdesz magyarázkodni, igen, annál bénább a szitu, mert annál jobban tűnik úgy, hogy te tudtad, hogy nem akarsz fizetni. És minél jobban megállod, hogy nem magyarázkod, csak egyszer kérte elnézést, annál nem feltűnő. És akkor belemész, hogy ne haragudj, elfelejtettem, igen, nem szoktuk. És onnan már full kamunak tűnik az egész. Minél többet magyarázkodsz. Nagyon fontos, hogy akik SMS-t írtok nekünk, írjátok meg az összeget, jó? Tehát nézzük azt meg, hogy mennyiért trükközik a magyar. Jó? Mi az az összeg, amiért már a magyar ember trükközik? Érdemes. 800 forintért ugrottak ki a taxiból, 1300 forintos éttermi számlát nem fizetett ki valaki, vagy szaladt ki a boltból úgy, hogy mondjuk fizetett volna, nem tudom, fél liter tejet, két zsömlét, meg egy párizsit, de kockáztatta, és elrohant 300 forintért. Tehát fontos az összeg, hogy mennyivel, vagy mennyiért próbáltak benneteket átvágni. Igen, ez a nem fizetek, ez egy baromi kellemetlen dolog. Baromi kellemetlen dolog. Tényleg az. És utána, ahogy mondtad, hogyha elkezded lapátolni rá a tűzre, akkor egyre biztosabb. Minél többet magyarázkodsz, annál biztosabb. Hát tudjuk, hogy le akartál lépni, csak megszólt a lelkiismereted, lebuktál. Hogy nem sül le a pofájáról a bőrbért. Hihetetlen. Nagyon kemény tud lenni, igen. 3:48 lesz pontosan 7 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mennyit lop a magyar? Mi az az összeg, amiért már kockáztat? Közvéleménykutatást tartunk, ugye, és kértünk benneteket, drága hallgatók, hogy írjátok meg nekünk, hogy olyan helyen dolgoztok, ahol ugye pénz kerül az ember kezébe. Mi az az összeg, amiért már
valaki ugye elszalad, átállásítani nem lehet. Van, aki 100 000-et is kifizet, és rendes, jogkövető magatartást tanúsít. Van, aki egy étteremből is kisétál két songukú pizza, meg egy jaffa után. Ugye? Csak annyi lett volna. Mert ugye egy magyar házaspár beutazta egész Magyarországot, sok-sok milliós kárt okoztak szállodáknak, és végül hál' Isten megtalálták őket, már Spanyolországba vitték volna a jó hírünket, és Andalúziában elkapták őket, mert egy nemzetközi körözés alatt álltak, hát végigjárták Siófok, Vonyarcvashegy, Tapolca, Sopron, sok-sok 100 000-re számlát csináltak mindenhol, és leléptek. Lehet, hogy ez volt a cél. Csak a tengert lássuk együtt szívem. Igen. Aztán már bármi történt, akár le is csukhatnak minket. Tényleg. Most mennek a börtön. Egy év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték, és a másik vádlottat egy év. Igen, egy év szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltása. Hát figyelj, egy év egyébként nem is sok. Tehát bejárod az egész országot, milliókkal károsítod meg a szállodákat, nyaralsz, pihensz, aljas módon nem fizetsz sehol, csinálsz 500-600 000 számlákat, mások ezzel dolgoznak, másoknak anyagi kárt okozol, nem fizeted ki, masszíroztatod magad, majd bemész egy évre a bőribe. Hát elővel ne szesztél egy évet, és most még 3 évig jól érezted magad, és egy évet. Tehát azt gondolná az ember, hogy talán többet érdemelnek, nem? Mert hogy sok-sok millió, ha összeadod. Ráadásul akkor, mert egyébként, ha csak a szállodát nem fizeted, az maga úgy nem kár, hogy ott ugye nem használsz el dolgokat, mert a szoba az ott van. Hát de az is kár. A szobát én nem tudom másnak kiadni, vagyis naponta annyit bukok, amennyit te nem fizetsz ki. Ez igaz, de ők ráadásul nem csak ezt használták, hanem ugye evett, ivott. Na az meg az igazi kiadás. Hát igen. Ahhoz képest az egy év. Ráadásul a közügyektől eltiltás az inkább jutalom. Mondjuk az most jelen pillanatban, amilyen állapotok vannak az országban, az igen, az inkább jutalom. Na, és azt kértük hallgatóinktól, hogy írjátok meg nekünk, hogy tőletek mennyit loptak már el. Ha taxisofőrként dolgoztok, ha fogorvosként, ha üzletben, ha a cukrász üzletben, teljesen mindegy, cukrászatban a lényeg, hogy mennyi volt az összeg, amivel kiszaladtak. Mit mondtam? Én értem. Hogy próbáltak benneteket átvágni, pizzériázókból, kávézókból, pincérek, pincérnők is írjanak nekünk. Itt van egy hallgatónk, Tibi, hello Tibi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Üdvözlöm a hallgatókat. Szia! Te mivel foglalkozol, Tibi? Én egy taxicégnek vagyok az üzletek vezetője. Ó, hát nálatok ez szinte mindennapos lehet, azt gondolná az ember. Elég gyakran előfordul sajnos. A legutóbbi eset volt egy kicsit cifra. Átutazta a félvárost egyébként a kedves utas. Közel 12 000 forint közötti számlaösszeg volt. Elfelejtette mondani az út közben, hogy neki semmilyen fizetőeszköze nincsen. Így az út végén mondta azt, hogy akkor én szeretnék fölmenni a lakásomba, és hozom le a bankkártyámat, amivel én szeretném rendezni majd a fuvardíjat. Ez olyan hajnali 3 óra körüli időpont lehetett. És a kollégánk azt mondta, hogy hát semmi gond, megvárom önt, csak szíveskedjék itt hagyni valami biztosítékot, hogy akkor vissza is jön hozzám. Ő ezen kisebb fölkapta a vizet, és hát odáig fajult a dolog, hogy kollégánk a hivatalos utat választotta, kihívta a rendőrséget. Ki is ment a rendőrség, felszólították a kedves utast, hogy hát nyilván ezt ki kell fizetni, ezt a számlát. Hangzavar volt a ház előtt, aztán végül is az utas édesanyja lejött, és nagy kiabálások közepette a POS terminálon keresztül egy bankkártya tranzakcióval rendezve lett ez az összeg, de itt nem állt meg a történet, mert hát eljutott hozzánk is vezetőséghez ez az ügy. A kedves utas úgy gondolta, hogy egy 7 számjegyű kártérítési összeget szeretne érvényesíteni magának, mert hát sérelmezte ezt a fajta eljárási módot, és megtette a fogyasztóvédelemnél ezt a fajta hivatalos utat. Nyilván mi is jogászi utat választottunk ebben érdekében. Ez kemény, de hát nem is tud egy sofőr mit csinálni. Most azt mondja, nincs rá pénz, de megyek, hozok, hát bízik abban, hogy tényleg hozza, és kénytelen megvárni. De nem tudod mindenkitől megkérdezni előre, hogy mutassa meg a pénzét, nem? Tehát ez egy bevett trükk lehet a taxiknál, hogy kiszállok, jövök, mindjárt hozom a pénzt. Kimegy hátsó kijárat, átmegy másik házba, és soha nem találod meg többet, nem? Nyilván többféle történet van erre, egyébként a kollégák bőségesen tudnának erről nektek mesélni, de vannak olyan kerületrészek is, amelyek, és vannak olyan napszakok is, amelyekben gyakrabban előfordul ez az eset, de mi a belső működésünkben minden esetben a kollégáknak azt javasoljuk, illetve elő is írjuk, hogy a hivatalos utat választák. Ami? Hát a rendőrség kihívás. A rendőrség, persze. Igen. És hogyha az utas le akar lépni, akkor mit csinálsz? Hát akkor elmegy nyilván. Igen, mert ő sok minden utat csinálja. Hátra beül, a hátsó ülésre szállsz, kinyitja ezzel ott hús, és már sem sincsen. Ott vagy az autó. Köszi, hogy elmondtad. Mondani akartál még valamit?
18 év alatt nálam egyszer fordult elő, elég reménytelennek tűnt az eset, amikor megpróbáltam utána futni, de olyan gyors volt, mint egy nyúl, úgyhogy... Igen, az vicces, hogy igen. Előrohan a vendég mögötte a taxisok, hogy állj meg, és biztos nem azt kiabálod utána, hogy kedves utas, álljon meg, legyen szíves, kérem, szíves. Szépen. Tibi, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Itt van velünk István, hello István, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Ciao. Nálad kilopott? Nálunk a páromnak a nagypapája a zászlós rendszerben egy öntőgei vállalatnál dolgozott. Igen. És a műszakvezetője, az most mellettünk van egy üzlet, és annak a tulajdonosa, és onnan az öreg állandóan valamit mindig hazahoz, és nem fizet ilyet. És akkor mondtuk meg, hogy papa, ez bűn, lopás, és ez büntetik. Erre ő csak annyit mondott nekünk, hogy nem érdekel, azt mondja, lopott ő tőlünk eleget az átkos rendszerbe, azt mondja, hogy én most csak visszaveszem, ami az enyém. Miket hozott az öreg? Tehát mi volt az, amit ellopott? Hát ez egy ilyen vegyes kereskedés, hát például olyanokat hozott, hogy mit mondjak nektek, ilyen kis metszőollókat. Nagyon kell. De azt tudjuk el, hogy panelbe lakunk, úgyhogy semmi nincs, amit így messzegetni kell, akkor mosópor, többitőt, ilyen kisebb kiszereléseket, mindent, amit így tudott mozdítani, azt, és el tudta rakni, ő elrakta. Aha, klasszik, jó, gyűjtögetett az öreg, gyűjtögetett. Szeretett gyűjtögetni. És teremtett neki egy ilyen ideológiai alapot. Hát igen, csak ugye oda jártunk, mi is vásárolni, és akkor nem menjünk oda, mert nagyon szégyeljük magunkat. Igen, az kellemetlen. Köszi, hogy elmondta, ciao. Szívesen. Hello. Megboldogult édesapám beépített protézist csináltatott magának, előkészítették a száját, szükséges húzások, csapok beépítés és stb. A protézis elkészítésé kapott idéglenes protkód, soha nem ment vissza, 20 év után az idéglenesen halt meg, 200 000 forintot sikerült ellopnia. Élelmes volt az öreg. Hát amíg az idéglenes tart, addig nem. Hova menjél, minden jó ez neki. Igen. Na, nézzük az SMS-eket, hogy kitől mennyit loptak már, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, sogorom mesélte, aki egy ötcsillagos szállodában dolgozik a várban, hogy bejött a vendég, az összes drága koktélt megitta, majd közölte, hogy egy forintja nincs. Mikor megírták a jegyzőkönyvet, szólt, hogy siessenek a jegyzőkönyv megírásában, mert neki már egy másik helyre kell mennie. Ezt Perec küldte nekünk. Fodrász vagyok, férfi hajvágás, 90-es évek, a pasi megkérdezte, hogy tud-e fizetni bankkártyával. Mondtam, hogy ha talál olyan nyílást, ahova bedughatja, akkor természetesen 1000 forint lelépett soha. Soha nem láttuk többet. Papámnak fájt a foga, elment fogorvoshoz, aki adott neki egy érzéstelenítőt, majd kiküldte 10 percre, papónak elmúlt a fájás, hazament. Óriás, nagyon ez nagyon. Két nap múlva, amikor újra visszament, mert jött újra a fájás, megkapta az érzéstelenítőt, de rázárták az ajtót. Csabi küldte meg. Sárvári luxus hotel recepció összeg körülbelül 1 200 000 forint, vendég ad egy kötek 10 000-est, elvileg 100 darab kellett volna, hogy legyen, számolás után csak 98, illedelmesen szólok, hogy ez csak 98, mire mosolyog és ad még kettőt. Ugye, tehát kvázi feltételezte, hogy nem számolod meg, és nem veszed észre. Hát még megértem egyébként, hogy 1 000 000 KP kifizetésénél lecsippenteni 20 000-et, kélyes öröm, hogy nem? Hát az nagyon, az nagyon. Igen, az nagyon. Ott hagysz 4 nap után 1 200 000-t, de csak 1 180 000-at fizetsz. Igazi nagy menő. Azt mondja, hogy tetőkész, gondolom, hogy bádogos az illető, hogy a tetőkész csávó mondja, le van kötve a lóvéja, 1 hónap múlva fizet, megyek 1 hónap múlva, mondom neki, jöttem a lóvért, azt mondja, elfelejtette, és vett egy új autót magának. De nagy! Ajaj, a tető! Azt a rohadtét! Tudtam, hogy valami olyan furcsa a házom, hát a tető! Hát. 1 600 000-ot kellett volna fizetnie, máig nincs kifizetve, írja egy hallgató, tehát azért... Igen, de haragud, elfelejtettem! Tudtam, hogy valami furcsa, hogy nem ázunk! Mit te fizettem? Megnézed a garázsámlát, vagy a gyereknek az ebédet? A tető! Igen, vettem egy új autót, egy új esmert. Megnézed, benne áll a garázs. Ha figyelj, el tudod tűnni. 63. Brabusz. Siet, elviszlek a busz megállóit. Igen, nagyon jó. Elfelejtette, ezért tett egy új autót. De akkor tényleg mit csinálsz? Fölmászol, azt lesz az a cserepet. Nem tudsz mit csinálni. Velem kb. 11 évvel ezelőtt történt, a Monparban dolgoztam egy óraboltban, ahonnan egy 980 000 forint értékű Tag Heuer órát loptak el úgy, hogy elterelte hamis kártyával a figyelmemet, és elfutott. Volt a kék fényben is. Megkéselte magát elfogáskor. Egyébként ő lopott Mazdát is. Azért a szalomból kijönni az keményebb. Mert mondjuk egy Tag Heuerrel elrohanni, nem mindenhol zárják az óraboltban az ajtót, ha te bemész. Ha már kikérsz drágább órákat, vannak olyan óraboltok, ahol azonnal zárják az ajtót, ugye, hogy ne tudjál elrohanni. De ezt is megoldották. Nem is olyan régen az Andrássy úton elvittek 10 brutál értékű órát, hogy bezárják a boltot, de azért a szervizből, a szalomból egy új mazdát ellopni. Elnézést, beindíthatnám? Persze. Elnézést. Nem megyünk egy próbakör? Mehet? Igen, mehetnék egy kicsit előre a szalomban. Mindjárt jó kis
elviszed. Hát nem szép dolog ez, nem szép dolog ez. Természetesen humorizálunk, röhögünk, persze, de ezek bűncselekmények. Nyilván ez a témánk, de minden ilyet maximálisan elítélünk, és azt gondoljuk, és azt mondjuk, hogy nem követendő. Illetve... De hát kell erről beszélni, ahogy ez a magyar házaspár is ugye végig utazta egész Európát. Igen, és már nem csak szabálysértést követtek el ezzel. Igen. Vendéglős koromban történt többek között, hogy a vendég evett, ivott, jól érezte magát, közölte vele, hogy semmi pénze nincsen. Mondtam, hogy vedd le a cipőt, aztán viszlát. Ennyi. A kamion már nem füstöl, a sorlas alad az M1-esen. Lóri, köszönjük aha. szépen. Leveteted a cipőt vele? Aha. Aha. És az milyen cipő rajtad? Mutasd a talpát, nem is olyan nem, kopott. Nem vedd használt le. Annyira. Igen. Volt kollégám, munkafelvevő, kiment próbára az általam javított autóval, anyós ülésen az ügyfél. Pár száz méter után az emberünk szólt a kollégának, hogy ő is átülne és kipróbálná az autót. Félreállt az út szélen, jóhiszeműen kiszállt, hogy helyet cseréljenek, ekkor emberünk anyós ülésről átpattant a vezető ülésre és padlógáz. Körülbelül 500 000 mínuszt okozott. A kolléga meg pislogott az út szélen. De hogy? Hát van egy rendszám, hát a szerelésnél ugye nem veszed le a rendszámot, hát elmész, följelented és megtalálnak. Minden hát... adatod megvan, ráadásul forgalmit le kell adni. Mondjuk a rendszám a legkevesebb. Azért nagyon menő. A nagyon menő. De tegyünk egy próbautat, és állsz, kerüld meg az autót, és azt látod, hogy a hülye mászik át. A hülye mászik át az ülés. Isten, van pofa. Nagyon kemény, igen. Na, azt mondja, hogy párom apukája autószerelő, az egyik kuncsaft 2000 forintos autógomizás után azt mondta, hogy elmegy a pénzért, azóta se jött vissza, de ha arra is jön, elcsapja a fejét, és még nem is köszön. Úgy tesz, mint aki meg van sértve. 2000 forintért, igen. Kedvencem, mikor jön valaki fizetni, kérdezi, hogy mennyivel tartozik, de látom, hogy még a pénztárcája sincs nála. Kaptuk ezt is SMS-ben. Azt mondja, hogy Ákos vagyok, én Medzinkúton dolgozom, közel 10 évig könyvet írhatnék, hogy próbáltak többször átverni. Csúcsidő, sok vendég, ez egy példa. Sok vendég tankol egyszerre, kéri a vendég, hogy tankoljam meg, ő addig tesz-vesz ablakot, most stb. Mikor kész, mondja, hogy félreáll, hogy a mögötte lévő tudjon tankolni, akkor látok utoljára nagy gázzal elhajtott 20 000 forint mínusz. Mikor a benzinkúton elépsz, utána megy a rendőrség, vagy behajtja a kuta a kutasokon, és nincs eljárás. Hát ott nem tud utána menni, hát mire kihívnak, hogyha ugye, ha megjegyzed a rendszámot, akkor esetleg rendszám alapján. Be van kamerázva, megvan a kocsi, csak hát az a baj, hogy aki erre utazik, ugye általában lopott rendszám alá be. Ja, hogy lelopsz előtte egy rendszámot, beállsz, megtankolod, és minden három naponta lelopsz egy rendszámot valahonnan. Hát, hogy megvan mindig. Atya Isten, de körülményes. A férjem állatorvos, előfordul, hogy nem fizeti ki. Ezért nem csinálnád, de csak ez a bajom. Csak a macera van vele. Komolyan mondom, hogy lelopni a rendszámot. Van ez emberek ideje. Hát, komolyan értette ezt. A férjem állatorvos, előfordul, hogy nem fizeti ki a betegellátást. 15 éve elhívták, hogy heréljen ki egy lovat. A munka elvégeztével közölte a tulaj, hogy ő most nem tud fizetni, mert a feleségénél van a pénztárc. A kép nincs otthon, 10500 forintot kellett volna kifizetni. Két év múlva lett rendezve. És ez megint tipikusan az az eset, hogy egyébként lovat tartasz. Lehet, hogy van három lovat. Megengedhetnéd magadnak. Kifizeted, de spúr vagy, és nem akarsz kifizetni 10000 forintot. Az legtöbbször olyanok csinálják, ugye Anna? Akinek van! Úgy sétálnak ki emberek étteremből, hogy egyébként ki tudnák fizetni, ugye? Ez milyen? Hozzád? Ne, aha, ez a baj, hogy engem talál. Hátába állt a szignettam. Nem törődj vele. Ugye? Aki kisétál az étteremből? Pedig mert nem tud kifizetni egy 10000-es számlát, ugye? Nagyon jót írt az egyik hallgató. Mit írt? Nem az Anna választotta a gengszter életet, a gengszter élet választotta Annát. Jaj, az már, ne vegyél már magadra is, hogy ilyen feloldó magamra vettem, köszönöm. Igen, így van. És nem lehetett egyszerű, hogy azért 300 darab SMS-t átnézni, ahhoz, hogy talán egyet. Sokan írják, nem támogatandó, tehát én nem azt mondom, hogy ez szép dolog, én szégyellem magam ezért. Persze, látom rajta, én látom, most a sarokból jöttél. Azt hittem, hogy az ajtóig jutok, és hozzák a cehe. Azok a kis írtelben. És ott lesz a számla. De nem, és az a bizsergető érzés, hogy mész, és távolodsz el. Nem, egyébként tényleg így van, nagy címlet volt nálam, és ő volt egyedül, aki hátul beszélgetett a konyhán. Nem 500-as. Nem fogok utána menni, én vagyok még a vevő, azt is látta, én vagyok érted, a vásárló. Még oda, arra is volt ideje, hogy benézen a konyhára, hogy ja, igen, ott beszélgetnek. Nem lehetett nem hallani, van. Egy ajtó választotta el, ugye? De jó, nem szégyellem magam most, figyelj, most ne haragudj ezért. De, hogy de, nem szégyelled magad? Hát egy kicsit nem, akkor előtött a szégyen, de most már nem, túl vagyok rajta. Én bevállalott ezeket a sztorikat, én bírom, hogy ilyen bevállalós vagy. Mi a következő? Megyek hozzád. Megyek hozzád. Hova? Szállodák? Vagy mi lesz? Vagy mit viszel megyek el? Megyek hozzád. Sárvár? Bükkfürdő? Bükkfürdő? Egy milliónér? Nem rossz ötlet egyébként. Megyek. Na játsszunk egy kicsit, jó? Menj egy gyónyá.
Nem, beszélgetek a barátaimmal. Azt mondja, nyugi, neked is jár a mobilasítem majd, úgyhogy abszolút megkapod. Én ellene voltam, tudjátok, nem, nekem nem jár. Egyébként ezért vannak rácsok az ablakon, ezt is írták. Mert tudják, hogy itt tudják, ember... hogy én itt dolgozom. Ennyi. Egyébként elmondom, mi van. Igen. Dolgozik itt valaki, aki lopja a szállodába a törölközőt. Dolgozik itt valaki, aki megissza az üdítőt, az őszi levet a hűtőből, kimegy vissza. A tetyúba, visszatölti. Talán a törölköző lopásnál lejjebb, van még lejjebb, amit én csinálok, de azért a minibárt visszatölteni tetyúból, az is nagyon hát nagyon... gondoltam, hogy ebből én jövök ki rosszul meg. Nézzük meg azért! Nem jössz ki rosszul, de csak vallok, hogy én törölközőt lopok, te visszatöltöd a minibárt. Mind a kettő nagyon pronyó. Mind a kettő pronyó. A törölközőt is elobni, és visszatölteni. Te nem raksz oda egy olcsóbb törölközőt helyett, hogy legyen mivel törölközni. De te 100 forintért visszatöltöd a minibárt, érted? Te mit csinálsz? Azt mondja, hogy ki van fizetve, tudod? Én azt mondom, hogy benne van a szálloda árában. A Feri megüdvözülő semmit nem csinál. Dehogy nem. Ja, és te ezt a magyarul kaptam üzenetet, nem várt még egyszer se üzenet az ágyamon, hogy kedves vendég, arra szeretnénk megkérni, hogy a törölközőket, mert és te kaptál. Ugye? Én kaptam. Nekem még nem írták meg, hogy izét, hogy... Mert azt nem veszik észre. Hogy mert János, azt nem veszik észre. Hogy a savas volt benne, nem szénsavmentes, legalább ha már ott... Visszatöltöd a tetyóból az üdítőt. Na jó. Minden ilyet mélységesen elítélünk. Téged is annak kiközösítünk, ma nem szólunk hozzád, és minden ehhez hasonló magatartás során elítélünk, de nekünk témának jó volt. Köszönjük szépen. Játszunk, jó, passzol be, hallgatod. Dóri? Uh-huh. Nem. Jó, nem, csak mi jön? Nem hánosugrás. Nem. Visszafelé beszélünk. Mit mond Dóri ez a kérdés? Jó, próbáljátok ki találni. Mennyi dolgodra, kis uram, a tolvaj. Most nem vittes semmit, nézzétek meg a kezét. Megvan a telefonod? Tollat. Telefonod megvan? Tárca. Jó, adod a hallgatod? Ben van már régen. Ú, de jó vagy. Ezért dolgozom, itt teszem a dolgom, én csak utána szeregelek. Szeretsz itt? Melegebb van? Melegebb, igen. Jobb itt. Na, mehetnénk tovább. Na, megyünk. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.